A manóba. Nagyon fáradtnak nézel ki, törpapa. Hát igen, napfelkelte óta fenn vagyok. Kerti törpnek megígértem, hogy keresek neki egy növesztőszert. Így kétszer annyi áfonya terem majd ugyanazon az áfonya bokron. De ha elkészültél ezzel, nincs kedved eljönni velem az erdőbe egy kicsit sétálni? Ó, szívesen elmennék veled, de megígértem ügyének, hogy átnézem a terveit. Szerintem túlságosan lekötnek téged a törpök. Időt kellene szakítanod a rózsákra is. Jól van, de tudod, én... Elakadtam az Óda a gyümölcsököt című írásommal. Mondanál egy szót, ami rímel az áfonyára? Törpapa, nagyon örülnék, ha átnéznéd végre a vázlataimat. Törpapa, megnézted már a terveimet? Törpapa, elhervadt a virágom, mit csináljak vele? Hát én... Papi! Törpörgő, el akartam enni a mozzi! Nem igaz, nem igaz! Törpapa, a versem! A vázlataim. Ne türelmetlenkedjetek, csönd legyen! Igen, kritikus ponthoz értem. Túl sokat kívántok törpapától, elég? Törpéletesen egyetértek. Végül is törpapának arra kell szánnia majd a legtöbb időt, hogy megírja bevezetőjét Okoska idézeteinek legújabb kiadásához. Most már elég, kifelé, egy-kettő nyomás! A törpekek ebben az űrzavarban biztosan elvétettem valamit. Törpegek, hát te ki vagy? Én a törppapa vagyok, hát te ki vagy? Nem, én vagyok törppapa. Megeszem a kalapom, ha nem kettőt látok. No. A manóba, vajon melyik az igazi törppapa? Én vagyok. Na meg ő is. Mindketten azok vagyunk. Elég zavaros a dolog. Utálom a zavaros dolgokat. Ne aggódjatok, kitörpölök valami ellenszert, és minden olyan lesz, mint régen. De addig is... Hé, hey, várjatok! Mi ez a nagy sietség? Két törpapa kétszeres figyelmet fordíthatna ránk. Egészen érdekes gondolat. Igazság szerint nem bánnám, ha segítenél. Én sem, és ha ketten lennénk, fele annyi lenne a tennivalónk, és kétszer annyi a szabadidőnk. Az bizony jó lenne. Ilyen dolog úgyse történt Aprólya falvában az óriás torta megalkotása óta. Én nem is tudom, hogy... Ne aggódj, nagyapa, majd meglátod, milyen törpös lesz minden. E tollak segítségével megkülönböztetjük majd őket. Ó, gondoljátok el, ezentúl már két törpapát szeretgethetünk. Úgy érzem, mintha valami kedves vendég lenne a házamban. Én is ilyes valamit érzek. Remélem, ez sikerülni fog. Hé, mondjátok, mit szándékoztok tenni a maradék varázsszerrel? Talán az lenne a legjobb, ha kiöntenénk szépen a szakadékba. Igen, több balesetre már nincsen szükségünk. Szerencse, hogy nem Okoskából van kettő. Azt hiszem, ideje nyugovóra térnünk. Semmi baj, átadom neked az ágyam. Ne feledd, hogy ez az én ágyam is, én viszont ragaszkodom hozzá, hogy te feküdjél bele. Ó, dehogy, jó lesz nekem a matracon is. Nekem nincsenek nagy igényeim. Tégy úgy, ahogy jónak látod, de egy idő múlva vágyni fogsz az ágyra. Szerintem te sokkal jobban fogsz vágyni rá. Maradjunk abban, hogy majd meglátjuk, jó? Jó, rendben van. Ó, kemény fejű a kis öreg, meg kell hagyni. Micsoda csökönyös fajzat. Nézd, Siamjau, ez itt a ritka magnetit. Segítségével végre megalkothatom a tűt a törp iránytűhöz. Iránytűhöz? La, 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 la. Hoppa, ez egy törp. Nem akarom, hogy lássa, hogy én miben mesterkedem. La, 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 la. Ez is megvolt. Ó, ez az átkozat. Jaj! Nézd! Mi a van, pajtás? Mi a van ez? Hát, te meg ki vagy? Egy újabb törpös nap, újabb törpös sütiket jelent. Aztán ne felejtsétek ám el, hogy ebből két törpapának kell félretennünk. Nézzétek, már itt is vannak. A manóba, de fáradnak néztek ki. Igen, ugyanis nem hiszem, hogy túl sokat adottunk az éjjel. Ezt a két helyet nektek
megtartogattuk, egymás mellé ülhettek. Azt hiszem, én inkább ide ülnék. Én pedig ide. Mondjátok, megnézte már valamelyikőtök a tervrajzaimat? Majd reggeli után megnézem őket. Én is pontosan ezt terveztem. Lehet, hogy neked inkább pihenned kellene, miután olyan fáradt vagy. Biztos vagyok benne, hogy jobban aludtam, mint te. Inkább neked kellene pihenned. Talán dönts el a dolgot, Ügyi. Tőlem nyugodtan. Nos, Ügyi, szerinted ki legyen az? Hát, nem is tudom. Az itt a kérdés, hogy melyikőtök lesz az a szerencsés fickó, akinek ma az asszisztense leszek? A menő manóba, ezek soha nem fognak megegyezni. Ez eléggé különös. Utálom a különös dolgokat. Hát nem érted, ez nyilvánvaló. Ügyinek először az északi falat kell megépítenie, és utána a délit. Szerintem előbb kellene a délit, és utána az északit. Nem, az északit. Szerintem pedig építse a délit. De törpapa, mindkettőtöknek igaza van. Mindkét megoldás jó lenne. Ebbe te ne üsd bele az orrodat. Az északit, a délit. Ha ez így megy, a falból sose lesz semmi. Ó, a Manu mindenit. Ez itt az én házam, te szélhámos. Az enyém, te csaló. Egy, kettő kifelé. Ó, ezért még számolunk. Na megállj. Ma megint itt vagy. Hókuszpókból már egy is sok. Na de kettő. Úgy bizony. Mi az a zsörölés? Ha ezt a harcot így folytatjátok, a végén egyetlen hókuszpók sem marad. Hogyan egyezzünk meg? Fogalmam sincs, én még nem voltam ilyen helyzetben. Az egészről a törpök tehetnek. Szokás szerint! Figyeljetek, és ha versenyeznétek, a győztes marad, a vesztes elmegy. Tudom már, hogy milyen verseny legyen. Én is tudom. Aki a legtöbb törpöt fogja, az legyen a győztes. Kezet rá, pajtás, kezet rá. Törpfogó versenyt rendeztek? Ó, az akár évekig is eltarthat. Bizonyám. Te nagypapi, én nem értem, miért vitatkozik állandóan ez a két törpapi? Amikor akár jó barátok is lehetnének. Mert amikor két törp ugyanabba a cipőbe lép, bizony gyakran megfájdul a lábuk. Nagyapa, gyere gyorsan! A törpapák a gyönyörű vázlataimon vitatkoznak. Hát nézem meg! Nem, ez az én dolgom, erezd el! Te erezd el! Magasságos törpegek, a vázlataim mind törpre mentek. Ne haragudj, törpingáló! Nem értem, miért viselkedünk ilyen szörnyen? Ha én azt tudnám! Én csak azt tudom, hogy két törpapa a sok. Ideje már, hogy kidolgozzátok az ellenszert, ami újra egyesít titeket. Nagyapának törpéletesen igaza van. És minél előbb egyesülünk, annál jobb. Munkára fel, mehetünk. A törpiskoláját remélem hamarosan kidolgozzák az ellenszert. Ó, szegény fájós ormányom! Mit jajgatsz? Nézd meg, mit csináltál a kobakommal. Nem véletlen, amilyen csökönyös és kemény fejű vagy. Elegem van belőletek. Ketté osztom a házat, így kinek-kinek meg lesz a külön birodalma. De a ház melyik felét válasszam? Azt majd én eldöntöm. Nem döntesz el semmit, te szörnyetek. Még hogy én... Ezek soha az életben nem fognak megegyezni. Szerintem sem. Most adjunk hozzá egy kis kígyómérget. Nem. Először a patkányagyat. Patkányagyat ugye csak viccelsz? Na, mi a helyzet? Utálatos egy helyzet. Minden hozzávalón összekapnak. Most mit csinálsz? Világport teszek bele. Azt már tettem bele. Nekem nem mondtad. Minden rendben? Nincs. Ez az egész dolog így nem működik, törpjeim. De nem ám. Egyetlen megoldás van csak hátra. Egyikünknek mennie kell. Legalább valamiben egyetértenek. Törpjeim, úgy határoztunk, hogy pálcika húzással döntünk. Az a törpapa, amelyik a rövidebbet húzza, elhagyja a falut. Szólj, ha kezdhetjük, nagyapa. Jó,
De nekem valahogy durvának tűnik ez a megoldás. Ki nem állhatom a durvaságot? Kezdhetjük. Ezek szerint nekem kell elmennem. Bárcsak volna más megoldás. Hagyjuk ezt. Minnyájan tudjuk, hogy ez a legjobb. Ha külön dolgozunk, talán valamelyikünk kidolgozza a szert, amelyik újra egyesít bennünket. Ó, törpapi, te most hová fogsz menni? Keresek magamnak egy jó kis rejtek helyet. Később majd visszajövök néhány dologért. Vigyél csak el bármit, amit akarsz, ami az enyém, az a tied is. Köszönöm, ez igazán kedves tőlem. Gondoljatok majd rám. Viszontlátásra, törpapa! Ez a törpapa ugyanolyan kedves számomra, mint a másik. Olyan egyedül lesz szegény. A Manóba, most mit élünk legyünk? Hát, nem olyan törpös, mint a gombaházikom, de egy időre ez is megteszi majd. Nagyon csendes itt minden a törpjeim nélkül. Na, mindegy. Talán ilyen nyugodt körülmények között hamarabb kitörpölök valami ellenszer. Törpapa! Vigyázz az útból! Ne haragudj, nem vagyok hozzászokva ügyi képeihez. Mi a Manó folyik itt? Ebből a sok fából új falut építek. Mi új falut? Úgy bizony, törpapa. Mi is sorsot húztunk, így a fél falu mostantól veled él majd. Törpegek, erre nem is tudok mit mondani. De majd, ha meglátod a tervrajzaimat, nézd csak, törpapa, ez itt a te házad, ez meg az enyém, szomszédok leszünk. Mindig erre vágytam. Nincs is annál szebb érzés, mint amikor a törp szeme láttára valósul meg egy építészeti álom. Hát, igen gyorsan valósult meg, az biztos. Ha ügyi velünk él, a házak biztosan sokkal törpösebben néznének ki. Fél a fejjel, nem olyan szörnyű a helyzet. Csak hogy nekünk hiányzik nagyapa és a törpi fioncok a másik faluból. Na, majd én felvirítlak benneteket, sütök nektek egy 3 emeletes áfonya tortát. Hurrá, de jó! De rá kell vennem törperőst, hogy aprítson tűzifát. De Hami, törperős a régi faluban van. Na nem, én nem csinálhatok mindent egyedül. Akkor csinál te, törpingáló. Egy művész finom keze nem arra való, hogy tűzifát aprítson. Ez ki van zárva? Miután kevesebben vagyunk, mindannyiunknak olyan munkát is kell végeznie, amihez nincs hozzászokva. Amanó minteni. Azt sem tudom, hol kezdjem. Viki! Viki! Mikor lesz készen az ebéd? Mindjárt éjjel-hallag. Én szóltam először. Fogd vasát! Áj, most már kezd az idegeimre menni ez a kettős. Mind dolgozol? Hogy az utánzat meghallja. Törpfogó irányt úgy szerkeztek. Amint elkészülök vele, az a másik labdába nem rúg mellettem, és akkor a törpöknek vége. Amint elkészülök ezzel a szerkezettel, nem kérdéses, ki lesz a törpfogó verseny győztese. Ez valami iránytű. Sst, honnan tudod te ezt? Látszik rajta. Költörp, van kedved velünk törplabdázni? Két törp hiányzik még a csapathoz. Nem érek rá, törpörgő, ugyanis most nekem kell ápolgatnom a virágokat. De sajnos nagyon hervadtak. Egy kis táptalaj talán segít. Ebben a faluban bizony nehéz a virág. Jaj! Jaj, ne haragudj, Dulifuli, nem nagyon értek a varráshoz. Ki nem állhatom a varrást, ügyifonyi? Kérdeznék valamit a műveddel kapcsolatban. Ez itt mire való? Ebéd idő. Fúj, te lusti, teljesen elégetted a zsemléket. Azért, mert elaludtam sütés közben. Na igen, de most már ideje, hogy felébredj. Jaj! Törp egek! Remélem, hamarosan elkészülsz azzal az ellenszerrel, mert ennek így rossz vége lesz. Elegem van, még egy ilyen rossz étel és ízekre tépem a szakácsot. Igen, közel járok a megoldáshoz, bár csak rájönnék a titok nyitjára. Már napok óta törpöd a fejed rajta, kérd a másik törpapa segítségét. Nem szándékoztam együtt dolgozni vele, de tanácstalan vagyok. Szerintem ő sem akar velem dolgozni, de talán félúton találkozhatnánk. Na végre, csak hogy már valami értelmes ötletet hallok. Törperős, ezt vidd el a másik törpapához. A nagy tölgynél találkozunk, az pont félúton van. Már is indulok, törpapa.
Mondd meg neki, hogy viszem a jegyzeteimet is. Én is veled mehetnék? Mi az, hogy? Nem árt, ha a törp társaságában van valaki, aki igazán bölcs. Törpilla, gyere már, légy szíves! Amíg nem szerzünk még két törpöt, nem kezdhetjük el a játékot. Nem mehetek, nekem most tűzifát kell aprítanom. Vigyázzatok innen, mert még sose csináltam ilyet. Magasságos törpegek. Ne haragudj, törpingálom. Törpilla, nem esett bajod? Nem, minden rendben, Hami, de mondd, ugye nem olyan sürgős neked az a tűzifa? Addig úgyse tudok főzni, amíg Okoska nem javítja meg a kályhámat. Nem kér valaki egy kis füstölt áfonyát? A Manó mindenit, ez borzasztó, ez így nem mehet tovább. Én megteszek minden tőlem telhető, Törpilla, de csak nem jutok el a megoldáshoz. A zárójeles részeket kellene betöltenem, és már is meglenne a szer. Papa, de hisz már oly régóta próbálkozol vele. Mi lesz, ha nem sikerül? Ne keseredj el, Törpilla. Talán itt az ideje, hogy segítséget kérjek a másik törppapától. Ó, megtennéd. Tudod, mi a véleményünk az együttes munkáról, de talán félúton találkozhatnánk. Tessék, ezt vidd el a másik törppapához. A nagy tölgynél akarok találkozni vele. Ez kezd izgalmas lenni. Mondd meg neki, hogy viszem az összes jegyzetemet. Eresz már az utamot, te átkozat! Ereszel! Még hogy én? Utána! Annak ellenére, hogy ugyanaz az ötletünk támad, én leszek a győztes! Ezzel ne áltasd magad! Na majd meglátjuk, hogy kinevet a végén, csak az irigység beszél belőled! Akkor legyen nagy a szád, amikor majd meglátod a törpjeimet! Kezd érdekessé válni ez a harc! Igen, igen! Sikerült! Az iránytű működik, most már csak az a dolgom, hogy kövessem őket hazáig, és elcsípjem őket! La 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 la. Tudtam, hogy a törpfogó iránytű egyenesen a győzelem irányába fog majd mutatni. Na végre, itt van a falu! Mintha mostanában nehéz időket éltek volna törpök, de ezentúl sem leszem könnyebb az életük, most, hogy én is itt vagyok. Szia, Okoska! Törperős, hát te mit keresel itt? Törpapának hoztam üzenetet. Akár csak ér, üdvözlet, Hókuszpókló! Szia, Körtörp! Annyira örülök, hogy látlak, Törpilla. Szegény kicsi virágaim. Igen, sajnos a pusztulás határán vannak. Ahogyan ti is. Hiába menekültök, ti kis vakarékok. Ez szinte hihetetlen. Megoldottuk egymás problémáját. Hát ilyen egyszerű, sosem gondoltam volna. Mit? Ugyan mit? Hogy az ellenszerről az derül majd ki, hogy nem több egyszerű forrásvíznél. Forrásvíz, és ehhez kellett számolnotok? Szeretném látni majd, hogy milyen képet vág, amikor meglátja a törpjeimet. Magasságos törpekek, ennek a felesett réfa. Micsoda fogás, meg is fog pukkadni az irigységtől, ha majd meglátja. Egyszerre két hószuszpók. Gyerünk, nagyapa, mentsük meg őket. Hogy döntetlen? Az nem lehet. Számold meg őket újra. De hiszen már tízszer megszámoltam őket. Mondom, hogy döntetlen a helyzet. Mindkettőben pontosan 50 törp van. Na most mit érvelünk? Elnézést, hogy közbeszólok, de talán valami megtörpheti a döntetlen helyzetet. Törp, baba! Én láttam meg előbb. Hová tűnt? Hókuszpók! Csak nem keresel valaki. Hókuszpók, most erre nézz! Ott van, vigyázz az utamba! Túl lassú már, leim lesz! Ha-ho, hókuszpók, erre vagyok! Vigyázz, de vigyázz! Nem, hókuszpók, itt vagyok! De nagyon gyors ez a törpicsek! Nem annyira! Igyekezzetek, törpök, meneküljetek még, mielőtt visszatérnek a házigazdák! Ott van! Most meg vagy! Az enyém! Szállj már le rólam, te szörnyeteg! Ha-ho, hókuszpók, itt várlak! Azonnal gyere vissza, te átkozott!
Visszaváltoztam, újra régi vagyok, de most már az összes törpicsek az enyém, csak az enyém. Ezek szerint ez forrásvíz. Reméljük, nagyapa már kiszabadította a törpieket. Miattunk, ne aggódjatok! Még emléktárgyakat is gyűjtöttünk. Jól megtréfáltátok a gonosz hókuszpókot? Amint elkezdtünk együtt dolgozni. De talán most újra egyesülhetnénk, nem? Szólj, ha felkészültél. Vigyázz! Rajt! Újra visszakaptuk a régi törpapit. Mostantól mindnyájan ugyanabban a faluban élhetünk. Hogy gyűlölöm ezeket a törpöket! Szerintem Hókuszpók most jött rá, hogy nem vagyunk ott. Azt hiszem, lassacskán itt az ideje, hogy hazaballagjunk. Gyertek, törpjeim! Jaj, utálom őket! Gyűlölöm őket! Á, törpilla, törpös reggelünk van, igaz? Igen, törpapa, olyan törpös akár egy festmény. La 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 la. Húj, nem sikerült. Semmire se jó a festményem. Élettelen. Szia, törpingáló, valami baj van? Igen, nagy baj van. Nem tudom megragadni az életet. De törpingáló, hiszen ez gyönyörű. Nem, nem jó. Nincs benne semmi élet, semmi az igazi virágból. A te képed is igazán szép, törpingáló. Persze választhattál volna sokkal előnyösebb témát is, például szerénységemet. Okoska, hát most mondd meg, nem gyönyörű ez a kép? Ez a festmény keveréke a neotörprealizmusnak és a poszttörpresszionizmusnak. Ó, valóban. Én csak egy egyszerű virágot szerettem volna festeni. Hát igen, tudod, mit szoktak mondani? Egy festményt órákig lehetne elemezni, és az én festményemben egyszerűen nincs élet. Hát, ha neked nem tetszik, törpingáló, megkaphatnám én. Van otthon egy keretem, és már azt is tudom, hova tenném. Nem, úgy is tudom, hogy csak vigasztalni akarsz. Tehetségtelen vagyok. Elegem van a festésből, elegem van. Nem vagyok alkalmas semmire, világgá megyek. Soha törpé nem láttok. Ó, szegény törpingáló. Mondtál valamit, törpilla? Tudod, a festőművészeknek nagyon érzékeny lelkük van. Ezért én kétszer is beszélek, mielőtt meggondolom, hogy... Vagyis... Törpapa! Törpapa! Törpingáló világgá ment, és azt mondta, hogy soha törpé nem tér vissza. Ó, ez rával, ne aggódj, törpilla. Előfordult ez már, és mindig visszajött. Miért nem tudok én legalább egyszer olyan képet festeni, amelyik megragadja a valóságot? Ó, hát olyan nagy kívánság ez. Jaj, mi az ott? Oda megyek, megnézem. Milyen furcsa. Még sohasem jártam itt. Ó, hiszen ez egy műterem. Kíváncsi lennék, mi történt a festővel. Ő aztán értett ahhoz, hogy hogyan vigyed életet a festményeibe. Ó, lehet, hogy ő volt az. Ó, milyen kár, hogy már nem tudta befejezni. Ó, de jó. Ó, erre vagyok csak jó, hogy buta kis rajzokat rajzoljak. De a saját festményeimben nem tudok életet csöpögtetni. Tedd, amit mondok, és a festményeid megtelnek élettel. Jaj, ki volt ez? Én. Szólíthatsz maestrónak. De te... Hogy? Réges-régen egy gonosz varázsló elátkozott, és azóta itt csinlődöm ebben a festményben. Na de miért? Hát csak azért, mert rossz volt az ízlése, és nem tetszettek neki a műveim. Egy ilyen nagy művész művei? A földkerekség legnagyobb festője vagyok, amilyen te is lehetsz, ha megfogadod a tanácsomat. Oh, és akkor majd az én festményeim is megtelnek életten? Jobban, mint gondolnád. Nézd körül, jobb oldalt a nagy kő mögött üvegcsét találsz, tele folyadékkal. Na és mit csináljak ezzel? Mielőtt elárulnám neked a titkot, meg kell ígérned valamit. Megígérni?
Igen, ugyanis ez a folyadék életerőt tartalmaz, ami a réges-régi festményekbe is, új életet lel. Szeretném, ha átfestenéd vele az én portrémat is, mert akkor még évszázadokig életben maradhatok. Rendben van? Végül is majd nem lehet belőle. Megegyeztünk, maestro. Keresek egy ecsetet. Igyekez, kis képbarátom, igyekez. Na, itt egy ecset. Na, jó lesz. Kitűnő, kitűnő. Csupán annyit kell tenned, hogy ebből a folyadékból pár csöppet csöppentesz a festékeidbe, és a képeid megtelnek élettel. Ennyi az egész. Csupán ennyit kell tudnod. Oh, köszönöm szépen, maestro. Nagyon köszönöm. Szállok vissza a falon, hogy kipróbáljam ezt a csodaszert. Isten veled, maestro! Remélem, nem sokára eltöpül rólad az átok! Hamarabb, mint gondolnád, kis kék tanítványom. Amint lefestesz valakit, az kerül a helyemre. Akkor valóban élettel telik meg a képed. Jaj, vajon merre járhat törpingáló? La 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 Törpingáló, de jó, hogy visszajöttél. Igen, törpapa, de most sietek, törpapa. No persze, az elvont szépség esztétikai fogalom. Törpingáló visszajött. Jaj, most gyorsan festenem kell. Hú, milyen gyorsan fest. Voilà. Törp gyönyörű, ugye, okoska? Hát igen, erre nem is találok megfelelőbb szót, mint azt, hogy tényleg törp gyönyörű. Törpapa, gyere, nézd meg, mit festett törpingáló. Kedves baráttörpjeim, én megvalósítottam minden festő álmát. Vajon mi történhetett? Ebben a festményben végre igazán van élet. Olyan, mint az igazi. Több életes. Ki nem állhatom a képeket általában. Szóval a kis tanítványom már munkához is látott. Igen, érzem. És mihez lefest valaki élő szemét, kiszabadulok innen, és megmutatom a világnak, hogy mit is tud egy igazi festő. Mit festesz legközelebb, törpingáló? Fesd le a gyönyörű tortámat. Az én ribizlibokrom nagyszerű téma lenne. Tudod mit? Szerintem fesd le az én gyönyörű árnyékomat. Annál csodaszebb nincs is a világon. Tehát sokat gondolkoztam rajta, törpingáló. Végül úgy döntöttem, modellt állok neked. Mindennek eljön a maga ideje. Egy nagy művészt nem lehet sürgetni. Azt hiszem, törpapa, hogy nagyon a fejébe szállt a dicsőség. Törpajácsának igaza van, de mégis jó, hogy törpingáló újra boldog. Tudom, hogy drága az idő, törpingáló, de ez a legszebb torta, amit valaha csináltam is. Már nagyon szeretném megenni. Tessék, készen is vagyok. Olyan gusztusos, hogy a törpnek kedve támad bekapni. Kedves törpingáló, köszönöm. Ó, ugyan, semmiség. A portrémmal kapcsolatban, mit gondolsz, melyik profilom az előnyösebb? Hú, ettől a képtől összefolyik a számban a nyár. Pici képet fes róla, jó? Hogy mindenhová magával vihesse. Na, hogy tetszik? Nagyon szépen köszönöm. A legféltettebb kincsem lesz. Szerintem elpocsékolod a tehetséget, törpingáló. Ne aggódj, törpojáca. Nem sokára megfestem a portrédat. Mozgalmas napot, alszom egy kicsit. Szép álmokat. Új rugókat kell tennem az ágyikomba. Ez az én büszkeségem. Ilyen szép bokrot még nem neveltem. Tessék, kerti törp. Hú, ez pont olyan, mint az igazi. Ez egyszerűen zseniális. Hogy csináltad? Hú, egy nagy maestro beavatott a titokba. Maestro? Az meg micsoda? Egy nagy művész, akivel a bujdosásom alatt találkoztam. Nagyon hosszú történet, lényeg az, hogy tőle... Ihletet kapott tőle, tudod? Ezt úgy hívják, hogy ihlet. És ha értenél a művészethez, kerti törp... Nagyon szép festmény. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.
Minden nagy festőművésznek szüksége van ikletre. Ugye így van, törpingáló? Na és mi lesz a következő alkotásod? Most valami nehezebbet választok. Egy nagy művésznek nagy feladatokat kell megoldania. Nagy feladatod? Ó, biztosan rám gondol. Rögtön jövök, hogy modellt álljak, csak egy kicsit rendbe hozom magam. Olyan szép leszek, mint még soha. Mi volna érdemes egy remek műre? Törpingáló, azóta is egyfolytában festesz? Igen, törpapa. Ilyen jól még nem ment. Hát akkor csak folytasd, gyakorlat teszi a mestert. Megvan, a következő képem egy portré lesz. Mégpedig, nem mondom meg, meglepetés lesz. Látjátok, amint azt már megmondottam, az ihlet a dolgok nyitja. Törpapa biztosan nagyon boldog lesz, amikor meglátja. Végre! 200 éve várok erre a pillanatra! Siess, kis tanítványom, siess! Milyen szép! Erről jut eszembe, virágot akartam tűzni a hajamba. Törpapa! Kíváncsi vagyok, hogy olyan jó ízűen, mint amilyennek látszik, csak próbaképpen. Eszem belőle egy icike picit. Törpapa! Hogy dolgozni? Jaj, hol vagyok? Ez biztos csak rémálom. Hova tűnt az ágyam? Törpapa! Igyatok csak, kis növényeim, és most kap a legszebb. Eltűnt a tényertes bokrom. Törpapa! Törpapa! Nem, ez még nem az igazi. Még nem teljesen olyan, mint törpapa. Bárcsak itt volna modellt állni. De akkor meg nem volna meglepetés. Igen, így sokkal törpösebb lesz. Törpapa! Törpapa! Eltűnt a díjnyertes bokrom! Nekem meg az ágyam, törpapa. Eltűnt a torta, miután törpingáló lefestett. Ahogy az én virágom is, miután törpingáló. Nyugodjatok meg, kis törpjeim. Amit törpingáló lefestett, az eltűnt? Így van, és csak ennyi maradt a gyönyörű ágyamból. Furcsa, nagyon furcsa. Törpingáló azt mondta, hogy amikor világgá ment, találkozott egy maestro nevű alakkal, és az elárult neki valami titkot. Maestro? Azt mondtad, maestro? Igen, törpapa, ugyanis törpingáló ikletet kapott a maestrótól. Hol van most törpingáló? A legújabb alkotásán dolgozik, de... Meg kell állítanunk! Valami meglepetése készül, úgyhogy... Hé, várjatok meg! És most következik az utolsó ecsetvonás. Törpingáló, hagyd abba! Hagyd abba! Hát, ha te mondod, törpapa, de miért? Mi történt? Ezekkel a festékekkel soha többé nem szabad festened. Nagyon veszélyesek. De törpapa, amióta ezeket használom, a festményeim megteltek élettel. Például nézd meg ezt. Meglepetésnek szántam, de... Törpapa, hová bújtál, törpapa? Itt vagyok. Itt. A képeden. Ja, ez nem igaz. Ne aggódj, törpapa. A maestro majd megmondja, hogyan szabadítsunk ki onnan. Legalábbis remélem. Hű, jaj, nem! Eltűnt a maestro. Szó sincs róla! Csak nem képzeled, hogy itt hagyom az értékes festékeimet? Most már semmi sem állíthatja meg a maestrót. De maestro, mi lesz a mi szegény törpapánkkal? Ó, igazán sajnálom szegényt. Néhány óra elmúltával sajnos a ti kis törpapátok képe igazi festményé válik. Szervusztok! Nem szabad elengednünk, törpapa. Most mit csináljunk? Csupán egy valamit tehetünk. Maestro! Mit akarsz már megint? Maestro, igazán nagyon megtisztelné minket, ha bemutatnád, milyen az igazi ős tehetség. Hát jó, ha ragaszkodtok hozzá, mutasd az utat! Ezt nem gondoltam volna. Jól jegyezétek meg. Körül kell rajonganotok a maestrót. Ügyi, te gyorsan vigyél a laboratóriumba. Szeretnéd megnézni a műtermemet? Bármit megmutatok, amit kívánsz, egy szabadba kerül. Remélem itt maradsz ebédre, maestro. A tiszteletedre nagy lakomát főzök. Végül is ebben a falucskában is van mit festeni. Ki kell találnunk, mit tett maestro a festékébe. És most ügyi, tedd, amit mondok. Na de törpapa, nekem mi lesz a feladatom? Okoska, a te dolgod az lesz, hogy eltereld a maestro figyelmét, amíg törpingáló megfesti a portréját. Igen is, törpapa, mindent megteszek, hogy visszakerülj hozzánk. Most megláthatod, hogyan dolgozik egy igazi mester. Ó, már alig várom, hogy láthassam, maestro. Na hát, hogy ez mennyire érdekes, maestro. De hiszen még el se kezdtem.
De mi történik, ha összekeversz pirosat sárgával, aztán ehhez még oda törpentesz zöldet és lilát? Ugyanazt a színt kapod, mintha a zöldhöz adod a pirosat, a sárgát és a lilát? Azt mondtad, hogy piros és kék és lila meg törp? Azaz, hogy zöld? Nem, én azt mondtam, hogy sárga és piros. Jó, jó, és most gyorsan próbáld ki. Itt a festmény, törpapa. Eddig jó. Oh. Kicsit sok leg benne a hidrotörpoltot. Próbáld meg még egyszer, ügyj ide gyorsan. Szaladok, elhozom Lusti festményét a következő kísérlethez. Íme kis tanítványom, ez a nagy művészet. Figyeld meg, hogyan, hová lett? Hová tűnt a tanítványom? Nos hát, mi mindannyian rengeteget okultunk ebből a kitűnő bemutatóból. Nem igaz, barát törpjeim? De igaz! Ti bolondot merészeltek csinálni belőlem? Talán azt szeretnétek, hogy lefessem az egész falutokat? Jaj, nem! Nem? Akkor mondjátok meg, hová lett a kis tanítványom? Ott van, arra! Ó, csit háborgó szívem! Ki ez a bájos látomás? Én? Egy istennő! Jaj, segítség! Gyere vissza! Várj meg! Végre megtaláltam! Ő lesz a múzsám mindörökre! Elszökünk együtt messze, oda, ahol megbecsülik az igazi szépséget! Köszönöm, abból nem kérek! Nagyon jól érzem magam itt! Várj csak! Meg fogod gondolni magad, a festményeimmel foglak meghódítani, senki sem tud ellenállni a maestro művészetének. És el akar vinni magával, törpapa. Ez mindent megváltoztat. Nincs már időnk kísérletezni. El kell lopni tőle a varázsfestéket. Valahogy cseréljétek ki a két palettát. Törpapa, nem tűntél még el? Sok szerencsét. Na de hogyan lopjuk el a varázsfestéket a maestrótól? Törpilla, hol vagy, pici angyalkám? Kitaláltam valamit. A virágaim. Mutatni akarok neked valamit. Ó, de jó, hogy itt vagy. Nézd meg, milyen szépet festettem neked. Szép, szép. De biztos vagyok benne, hogy tudsz te szebbet is. Ennél is szebbet? Nézd, nézd csak meg, milyen bájosak ezek a virágok. Nem tudom, nekem törpingáló festményei jobban tetszenek. Bekaptam Horgot, hozom a palettámat. De hiszen én ezerszer olyan tehetséges vagyok, mint az a kis kék senki. Hát ezt csak egyféleképpen dönthetjük el. Szerencsére éppen ma kezdődik a minden évben megrendezett törpművészeti fesztivál. Tehát versenyezzünk, és mi lesz az első díj? Aki megfesti a legszebb festményt, annak megígérem, hogy mindörökre a múzsája leszek. Na és kikből áll a zsűri? Belőlünk! Nagyszerű, kezdjünk neki! Ha veszitek, lefestem törpillát, és úgy viszem magammal. Mit ábrázoljanak a képeink? Azt ott! Azt a színes pillangót? Túl könnyű feladat! Vár, ne szállj el, gyere vissza, anyja vajás! Állj meg! Buta rovar, te szemtelen! Remélem, mire vége a versenynek fölfal valami vadállat! Kérlek, szállj már le! Végre, pihennem kell. Na, most vagy soha. Gyerünk gyorsan, tűnjünk el innen. Jaj, hol lehetnek? Ó, te megijesztettél. Mi ez az aj? Fogd meg, ezt nem találhatja itt a maestro. Kicsit elszonyókáltam. A maestro palettája, itt a nagy alkalom. A palettám? Ott felejtettem a palettámat. Ó, itt van. Júj, júj. Itt van a maestro palettája. Tessék, törpingáló. A zsíri egy törpként döntött. Maestro a győztes. És most egyetlen drágaságom. Ó, pillanat, hiszen még át se adtuk neked a díjat. A díjat? Hát persze, erre parancsolj, maestro. De...
Soha, de soha! Ezt a törpföldet nem taposta még kiválóbb és nagyszerűbb festtörpművész! Igen! És akkor még a maestro kimagasló technikai tudásáról még szót sem ejtettük! Remélem, Okoska jó hosszú beszédet mond. Ne aggódj, ha Okoskán múlik, háromszor is megfestetem a maestro portréját, és akkor... valami nem stimmel. Ez nem pontosan olyan, mint a maestro. Biztos, hogy ezek az ő festékei? Biztos, törpingáló. Odaadtam Okoskának, aztán... Jaj, nem! Okoska! Gyorsan tennünk kellene valamit! Ó, bárcsak törpapa segíthetne nekünk. És hogy törpapát idézzem, mindig törekedj a legjobbra, mert gyakorlat teszi a mestert. Igen! Nem biztos, hogy sikerül. Erről jut eszembe az az érdekes eset, ami épp a Milap történt velem. Most már igazán abba hagyhatná ez a kékség a zöldségeit. Hú, ennek kell lennie a legjobb festménynek, amit életemben festettem. Sikerülni fog, törpingáló. Igen! Nos, azt hiszem, elérkezett az idő, de még előbb... Igyekez már, nem ülhetek itt egész nap. Ezennel befejezem mondókámat, és átadom a díjat. Tréfi! Igen! Őszintén gratulálok. Nekem nem kell semmiféle törpedi, csak törpillát akarom. Á, hát itt van. Ez meg mi a csuda? Ne próbáljatok átverni. Ez az én palettám. Tessék, fogd, ez a tiéd. Ezzel fess. Há, próbál csak ki. És most jöjj, álmaim királynője. Indulnunk kell. Ügyes vagy, törpingáló, nagyon ügyes. Törpapa! Jaj, mi történt, törpapa? Törpingáló befejezte az első remek művét. Hát, végül is minden törp, ha vége törp. Igen, törpingáló, de az igazinál te sem tudsz ebbet festeni. Most már végre igazán megfestetnéd az én portrémat is. Ha, sajnálom, törpajáca. Várnod kell a sorodra. Be kell tartanunk, amit ígértünk. Készen van. Most már megmozdulhatsz, törpilla. Remélem, elégedett lesz az ő kis múzsájával. Szerintem elégedettnek látszik. Köszönöm! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Törpapa, mit fogunk csinálni holnap a törpnapon? Nem tudom, de valami törpöset kell kitörpölnünk erre az ünnepre. Rendezzünk talán felvonulást. Utálok felvonulni. Akkor legyen tűzijáték. Utálom a tűzijátékot. Rendezzünk estet a zenekarral, és táncoljunk. Utálok táncolni. Se felvonulás, se tűzijáték, se tánc. Akkor mi csináljunk a törpnapon? Ki nem állhatom a törpnapot? Azt mindig is tudtam, hogy Dulifuli igen mogorva természetű, de hogy ennyire kőszívű legyen. Tudom már, hatalmas tortát készítünk. Hogy ez nekem nem jutott eszembe? Itt a liszt. Itt pedig a tej. Pálya, érkezik a méz. Nézzük csak, liszt. Tej. Ügyifogyihoz mézet. Hoho, csak éppen tojásunk nincsen. Figyelj, Szijjadjelú, zseniális tojásom legújabb eredménnyel. Egy varázs tojás. Ide teszem, hogy gyűjjön, és aztán csak rá kell egyet ütnöm, és minden, amit kívánok, egyszerűen valóra válik majd. Képzeld, mi mindenre leszek képes. Retteghetnek azok a kis nyavajás törölcsek. Hókuszpók! Melák éhes! Ó, a nyavaja törje ki. Gyorsan, cicus, be a kamrába! Melák enni akar. Melák imádja a csemegét. Nyam, nyam. Melák imádja a tojást. Túl forró, később eszem meg. Te jó ég, elvitte a varázstojást. Szia, miau, vissza kell szereznünk. Melák szúnyókál egy kicsit, majd később eszem tojást.
Menjünk oda! Olyan buta ez a nagy mablasz, hogy... Miért vetted el a tojásomat? Segítség! Segíts már! A tojás! A tojás elgurult! A Manu mindenit. Én egyetlen tojást sem látok. Pedig tojás nélkül képtelenség törpnapi tortát sütni. Valahol csak találunk egy párat. Törpapa azt mondta... Ez meg mi? Szerintem csak egy tojás. De még mekkora tojás? Ezzel aztán olyan törpös tortánk lesz, mint még soha. Utálom a tojást. Hol a tojásom? Melák a tojását akarja. Ez Melák. Ó, ő olyan nagy és félelmetes. Gyerünk erre. Melák a tojását akarja. Magasságos törpeket pont erre jön. Melák éhes, tojást akar. Elment, indulhatunk. Jam-jau. Ó, hókuszpók. Hókuszpók. Valahol itt kell, hogy legyen ez a tojás, Szia-miau. Hol van Melák tojás? A tojásomat akarom! Tűnjük innen, Szia-miau! Mentek már? Igen. Vigyük a tojást haza a faluba, gyerünk! Úgy félek, hogy az a gonosz hókuszpók és Melák vissza fognak jönni. Jaj, bárcsak már a faluban lennénk. Hé, hogy kerültetek ide? Tényleg, hogy kerültünk ide? Már visszatértetek? Ó, törpekek, honnan szedtétek ezt a tojást? Hogy kerültünk ide? Nem is tudom. Törpila azt mondta, hogy törpát elment. Csönd legyen! Tortát kell sütnünk. Adj egy kanalat. Tessék, törpapa. Ez kőkemény. Miféle tojás ez? Nézd csak rám, törpapa! Kolbász legyek, ha nem tudom széttörni ezt a tojást! Kolbász vagyok! Segítség! Kolbász vagyok! Ez tényleg kolbász lett! Mondott valamit, aztán a tojásra ütött és... Há, megvan! Ez a tojás varázstojás! Jé, varázstojás! Utálom a varázstojásokat! Gazdag akarok lenni. Rózsaszínű kékvirágos akarok lenni. Egy nagy hordó áfonya sörpöt akarok. A világ legjobb törpújása akarok lenni. Legyek olyan, mint törpapa. Én is törpapa akarok lenni. Nem, én akarok törpapa lenni. Én törpesebb vagyok. A Manóba. Ennek gyorsan véget kell vetnem. Ez nem igaz. Én változtam előbb törpapává. Nem igaz, én. Én vagyok a legtörpesebb. Én vagyok az igazi. Mi ez? Majom legyek, ha te vagy törpapa. Most évek, Lusti. No, várj csak. Változ rondaképi Manóvá. Jaj, nekem, hova lett a gyönyörű orcám? Te pedig változ óriás fülű, hosszú farkú, szőrös törpé. A Manóba, véget kell vetnem ennek a balgaságnak, ez a tojás szörnyé változtatja a törpjeimet, és senki sem fog rám hallgatni. Meg kell tőle szabadulnunk, még mielőtt végzetes bajt hoz. Rejtsük el a tojást, és akkor továbbra is teljesíti kívánságainkat. Jó, és akkor csak a miénk lesz. Eltűnt. Oh, na majd mindjárt kitörpölök valamit. Á, szia, törpapa. Törpapa, és még egyszer törpapa. Te meg mit csinálsz itt, ügyifogyi?
Te vagy a földkerekség leghatalmasabb törpje. Mi történt velem? Jaj, meneküljünk! Hé, mi van veled, törpilla? Mi mondta is, összezsugorodtál? Törpapa! Törpapa! Ellenszer, ellenszer, itt kell lennie valahol. Törpapa! De jó ég, te nem is törpapa vagy. Akkor meg mit keresel itt? Törpapa nem örülne, ha itt látna. Tűnj innen, de gyorsan. Menj! Menj! Melák tojása! Melák most nagyon boldog. A törpök visszahozták a tojást. Gyere már le onnan, te rondaság! Törpapa bármely pillanatban megérkezhet. Lássuk csak, mi sül ki ebből. Na, megállj te! Mit fog elszólni, törpapa? Ó, oh, törpapa! Na hát, én azt hittem... Indulás, törpilla! Meg kell keresnünk a varázstojást, mielőtt még több bajt hoz ránk. Valahol erre kell, hogy legyen az a tojás. Oh, szia, miau, megtaláltam. Szia, törpapa. Szia, törpapa. Törpes nap ez a mai, igaz, törpapa? Halljam, hol van a varázstojás? Gyere arra, velünk, törpapa. Gyere, siess már. Megmutatjuk velünk, neked. Gyere, gyere, gyere. Gyere, siess. Szia, miau! Végre megvan a varázstojás! Most végre örökre elpusztíthatom azokat a töpörödött törpördögöket. Na, mi legyen az első fogás? Az előtte két kövér törp legyen. Két kövér törpöt tányérol. Mi ez? Törpöket mondtam, mik ezek az undormányok? Mi? Undormány? Aki mondja! Varázstojás, varázsold ezeket, törpé! Ne, varázsold ide a törpkerekség leghatalmasabb törpjét! Elmondaná már valaki, hogy mi a manó folyik itt? Jaj, meneküljünk! Szia, törppapa, szeretném, ha... Egy szót se többet, ügyi-fogyi! Varázstojás, változtass mindent vissza olyanná, amilyen volt. Mindazok után, ami ma történt, már csak egy kívánság van hátra. Ó, már megint kívánni akarsz valamit? Mivel önző módon és nem törpökhöz méltóan bántatok a kívánságaitokkal, azt akarom, hogy e varázstojás eltűnjön, és soha ne kerüljön a szemünk elé. Örülök, hogy ezen is túl vagyunk. De egy biztos, erre a napra sokáig fogunk emlékezni. Nézzétek, mit találtam, törpös darab, igaz? Mi ez? Hurrá! Megint kívánhatunk valamit! Újabb varázstojás! Egy-kettő, azt akarom, hogy... Beugrottatok! Figyeljetek ide! Csak a hibátlanokat szedjétek le! Erről csak egyféleképpen szerezhetünk bizonyságot. Ez jó, de még nem törpéletes. Kell neki még néhány hét. Ami, ne edd az áfonyát, hanem csak szedd, jó? Nézd, mit csinál ügyi-fogyi és duli-fuli. Utálok fel lenni, és utálok len lenni. Jaj, itt sohasem fogunk kijutni innen. Milyen igaza van, ugye, Siam Miau? Igen, igaza van. Jól van, törpök, ez az utolsó bokrunk. Hé, itt még van kettő. Vajon érettek-e? Ez hókuszpók! Meneküljetek!
csinálom hókuszpókot. Utána! Utána! Fogd el őket, Siamjau! Siamjau meg fog lepődni. Siamjau, egyszer úgy is láttörlőt csinálok belőled. Ezek még mindig a nyomunkban vannak. Gyorsabban, Siamjau, gyorsabban! Szerintem kezdenek fáradni. Nem ők, az egyetlenek. Én már nem bírom, Siamjau. Én sem bírom, Jaj, ha 10 évvel fiatalabb lennék, ha elkapnám a kis nyomorultakat. Törpjeim, mit törpént? Hókuszpók és Siamjau üldözőbe vett bennünket, de mi megszöktünk. Szerencséjük, mert szétlapítottam volna őket. De ott kellett hagynunk az összes áfonyánkat. Látjátok, az óvatlanság nem vezet jóra. Ezt már ezerszer megmondtam nektek. Én nem akartam semmi rosszat. Na, ettől mindannyian felvidultok. Mennyi áfonya? Törpapa, de hisz ez a te egyéni tartalékadagod. Örülök, hogy megoszthatom veletek. De különben sem vagyok annyira éhes. Jó étvágyat, nekem most dolgom van. Törpapa, tényleg nagyon rendes vagy. Igen, olyan sokat tesz értünk. Bárcsak mi is a kedvébe járhatnánk. Vajon mit tehetnénk érte? Van egy ötletem. Láttam egy listát a kedvenc dolgairól. Ó, igazán? És hol? Törpapa egyik könyvében. Gyertek, megmutatom. Utálom a listákat. Törpapát viszont szeretem. Ez lesz az. Vagy mégsem. Talán ez. Talán ez? Tudtam, hogy fölöslegesen vesztegetjük az időt. Igen, micsoda időveszteség. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy ez az... Kedvenc dolgaim. Ez itt valóban törpapa kézírása. Jól van, úgy fogy, te találtad meg. Nekem is csak egy hajszálom múlott. Lássuk csak. Vidám dalok, költészet. Szép festmények, illatos virágok, valamint friss erdei saláta csipkegombával. Akkor én most elmegyek virágot szedni. Én készítek salátát. Segítünk, Hami. Én majd felügyelek rátok. Törpapa mindig azt mondja, egy csapat kapitány nélkül olyan, mint egy vitorlás vitorla nélkül. Úgyhogy... Hé, várjatok meg! Most már csak a csiperke gomba hiányzik. Pedig már mindenütt kerestük. Kell, hogy legyen itt egy barlang. Felelőtlenek vagytok. Törpapa mindig azt mondja, hogy a törp ne sétáljon be meggondolatlanul semmilyen barlangba, mert az nagyon veszélyes és ijesztő lehet. Jaj! Segj! Na, mi van, okoska? Berezeltél? Á, dehogy! Törpapának azt hiszem, igaza volt. Nézd ezt a sok pompás gombát! Ide nézzetek! Milyen törpös ez a kis tó, és milyen szépek a virágok. Láttátok ezt? Ivott a vízből, és megfiatalodott. Törpompás ajándék lenne ez törpapának. A fiatalság vízből. Ennyi elég is lesz. Ez itt az én szavam. És ti birtokháborítók vagytok. Ez egy kobold. Tegyél már le. Hogy tegyelek le, kérésed parancs. Törpenetesen undok vagy, mi csak egy kis vizet akartunk.
Senki nem merhet vizet a tavamból, anélkül, hogy ajándékot ne adna. Hát ez törpilletesen érthető, úgyhogy mi már itt sem vagyunk. Ezt elfogadom ajándékként. Várj, ez törpapáé. Mostantól már az enyém. Azonnal add vissza. Tessék, merhetsz a vízből. Tényleg, a víz. Csak mértékkel. Ilyes, törperős. Törperős, várj! Te meg mit akarsz? Hoztam neked egy kis meglepetést. Ezt még megkeserülitek. Hiha! Csendben, ne úgy felébresszük törpapát. Igaza van. Add tovább. Mit csináltok? Fel akarjátok ébreszteni törpapát? Gyorsan pakoljunk össze. Hadd segítsek neked, törperős. Á, kösz, törpapa. Törpapa! Csak tudnám, mit csináltok itt ének idején, törpjeim. Ne fáradj, törpapa! Várjatok majd én. Mindenki végezze a maga dolgát. Mellesleg, mi van a zsákokban, há? Meglepetés! Tudod, úgy érti, hogy egy kis meglepetést hoztunk. De megszomjaztam. Tessék, törpapa! Ez a víz már teljesen poshat, törpapa. Hozok neked egy kis frisset, rendben van? Ugyan már jó nekem ez is. Visszamegyek, szundítok egyet, bizony már elmúltam 20 éves. De még megfiatalodhatsz. Furcsa, megitt a vizet, és semmi eredménye. Az a kobold becsapott minket, és ráadásul törpapa könyvét is elvette. Kíváncsi vagyok, vajon dühös lesz-e törpapa, ha majd rájön? Talán halmozzuk el meglepetésekkel, akkor nem lesz dühös. Na, ebben nem vagyok annyira biztos. Felkészültetek? Igen, készen vagyunk. Már jön is. 1, 2, 3. Itt a meglepetés, törpapa! Törpapa! Hello, törpe! Törpapa! Én vagyok az. Gyertek törplabdázni. Nagyon ügyes vagy. Dobd vissza. A manóba hatásos volt a víz. Túl sokat ivott belőle. Törpegek, mit tettünk? Nagy bajban leszünk, ha törpapa nem irányít bennünket. Megvan! Hű, de törpös ötletem támadt most! Add csak ide a törpujádat! Játszani, játszani, csak játszani, máson se jár törpapa esze! Meglátjátok, ha majd én beszélek vele, rám biztosan... Hé, törpök, miért lógatjátok az orrotokat? Tudod, törpapa, nagyon nagy bajban vagyunk. Mégpedig miattad? Amiatt, aki mondja. A manóba, olyan gyerek még. Nem tudom, mi lesz velünk vezető nélkül. Nincs kedvetek velem játszani. Figyeljetek, álljatok fél lábon és ugrándozzatok. Ne bámuljatok, csináljátok. Csináljuk, amíg nem találjuk ki, hogy mit évők legyünk. Most ugráljatok csípőretet kézzel! Ugorjatok bele a sárba! Ki nem állhatom a sarat? Ez teljesen nevetséges. Bárcsak visszaváltoztathatnánk törpapát. Keresek valami varázsszert a laboratóriumban. Legalábbis megpróbálhatnád. Mondtam, hogy meg fogom találni. Fiatalság elleni varázsszer, lásd 29-es kötet. Te! Ez eltűnt. Hiha, akkor ezt vette el a kobold. Mindenáron vissza kell szereznünk. Hú! Veletek mehetek? Na, hadd menjek! Nem jöhetsz velünk, mert te még túl kicsi vagy. Ezzel teljesen egyetértek.
Törpapára még felügyelni kell, és erre én vagyok a legalkalmasabb. Nem is tudom, mi a rosszabb. Ha itt hagyunk, vagy ha magunkkal viszünk. Az sokkal rosszabb, ha magatokkal visztek. Ezek szerint maradhatok? Maradhatsz, de Ügyi Fogyi majd figyel rád, hogyan felügyelsz törpapára. Ez a feladat nem lehet olyan veszélyes, mint szembeszállni azzal a szörnyű koboldal. Mire megnövök, megtanulok varázsolni, az egyszer biztos. Hé, ez nem igazság? Ki zárt ki engem? Oda nem mehetsz be, törpapa, mert a törpifjancoknak nem szabad. Jól van, akkor inkább bujócskázzunk, jó? Te vagy a hunyó, csukd be a szemed és számolj ezerig. Ezerig? Miért? Nem tudsz ezerig számolni? Dehogy is nem. Nem is tudsz. De tudok. Nem tudsz. De? Nem. Majd megmutatom neked, te kis pimasz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Most a törpiek után megyek. 58, 59, 60. Te, okoska, törpapácska, elmentik. Ne segíts, Ügyi Fogyi. 61, 62. De hát okoska, mi lesz, ha törpapácska eltéved? Az a lényeg, hogy eltévedjen. Én pedig megkeresem. Bujócskázunk, tudod? De már nem tudom, hol tartottam. Jaj, ne haragudj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ott van. Most menjünk, amíg alszik. Én nem félek tőle. Jaj, valahol erre kell lennie. Talán ezt keresitek. Ha? Ez a könyv most már az enyém, és nem sokára ti is az enyémek lesztek. Nem veszünk a bleit. Nem fogtok meglógni. Lehet, hogy igaza van. Engedj minket szabadon, kedves kobold. Nem mehettek el, míg ajándékot nem adtak. Nem hoztunk magunkkal semmit. Én hoztam. Másodszor már nem fogsz átverni. Dehogy lejlek át. Nézd ide. Olyan törpös kis ajándék ez, de ha nem akarod, persze nekem mindegy. Ide vele, hadd lássam. Imádom a meglepetéseket. Ki hozta el a könyvet? Könyvet? Amanó mindenit. Na, ne nézz így rám. Nem hiszem, hogy még egyszer meg tudom tréfálni ezt a koboldot. Törpapa túl tud-e járni az eszén, talán. Más varázslót nem ismerünk. Az nem is olyan biztos. Hókusz-pókra gondolsz. Olyan jó itt, cicus a hangulat. Vár ránk itt a sok finom jó falat. Csüggedni semmiképp sem szabad. Ki kell várni azt a halat. Szia, cicuska! Jaj. Nem jártak erre törpök? Lehet, hogy nem kell éhebb maradnom. Azt mondtad, törpök? Igen, törpök. Mondd, te kobold vagy? Kobold? Ó, nem. Én csak egy barátságos varázsló vagyok. Tényleg? Különben túl ronda vagy ahhoz, hogy kobold legyél. Te is pibasz! Szia, mi a gó? Kapd el! Játszani akartál, cicus? Engem nem kapsz el. Nehogy meglógjon! Hé, dehogy vagy te barátságos! Fogd be a szád, te vakarcs! Elkaplak! Nesze! Nem menekülsz! Jaj! Úgy sem menekülsz! Te kisebb vakaré! Remélem, nem találkozom soha többi egyetlen törppel sem.
Én is remélem. Hókuszpók! Már megint a törpök. Menjetek innen. Öreg vagyok én már ahhoz, hogy állandóan titeket üldözzelek. Ezen könnyen segíthetünk, hókuszpók. És mondjátok, hogyan? Ismerünk egy forrást, amelynek a vize megfiatalít. Komolyan? Ti megtaláltátok az ifjúság forrását? Igen, elvezetünk oda, ha akarod. Ha megígéred, hogy visszaszerzed a kobolttól a könyvünket. De honnan tudhatnám biztosan, hogy létezik az a forrás? Van rá bizonyíték? Hát, nem is tudom. Sziasztok! 1000 éve nem láttalak titeket. Ez az öreg varázsló üldözött engem. Fogjuk meg! Várj, törpapa, szükségünk van rá. Törpapa? Ez itt törpapa? Akkor igazat mondtatok. Hé, azt hiszed, csak úgy szorongathatsz? Tegyél le! Olyat szorongas, aki akkora nagy marha, mint te! Jó, visszaszerzem a könyveteket. Csak vigyetek el az ifjúság forrásához. Tessék, a forrás arra van. És a kobold is. Az én eszemen úgy sem tud túljárni. Mindjárt visszaszerzem a könyveteket. Meg se kérdezte, hol van elrejtve a könyv? Benne nem bízhattok. Ez teljesen egyértelmű. Igazad van, törpapa. De lehet, hogy akaratán kívül fog segíteni. Gyerünk! A koboldnak semmi nyoma. Nagyon könnyű dolgom lesz. Könnyű? Aki vizet akar inni, ajándékot kell, hogy adjon. Ajándékot? Ajándékot? Hát persze, persze, itt van valahol. Itt van. Pillanatokon belül ártalmatlan béka lesz belőled. Jaj, béka! Jaj, itt valami nincs rendben. Szépséges pillangóvá változtattalak. Sosem láttam ilyen buta varázslót. Ezért kértük a segítségét. Menjünk gyorsan a könyvért. Jó, te akartad! Na végre, kipurcant! Nem purcant ki! Így még mindig nem vagyunk elég magasak. Talán, ha törpapa a válladra állna törpilla. Törpapa! Törpapa! Itt vagyok! És itt a könyvetek! Ne félj, törpapa! Itt vagyunk! Vigyázzatok! Jaj, mindjárt ide ér! Gyorsan, szaladj, szaladj! Látod, törpapa, mi csak meg akartunk téged fiatalítani. Meglepetésként. De most már túl fiatal vagy, és nem tudsz minket irányítani. Ezek szerint, ha megnövök, én a törpök vezére leszek? Igen, ami egyetlen törpapánk. Akkor rajta! Mire várunk? Már elég régóta bent van. Nagyon remélem, hogy tudja, mit csinál. Törpegek! Törpapa, jól vagy? Törpapa! Köszöntelek benneteket, törpjeim! Törpapa, annyira örülök, hogy újra öreg vagy! Hurrá, törpapa! Hát azért annyira nem vagyok öreg. 999 és 1000. Aki bújt, aki nem megyek. Okoska, törpapa arra van.
Mondtam már, hogy ne áruld el, hogy hová bújt. Akár fel is adhatod, törpapa. Okoska eszén nem fogsz túljárni. Na hát, Ügyi, ennél törpösebb találmányod talán még sosem. Köszönöm, törpapa. Törpic úr kedvenc játéka lesz. Törpic úr korban bizony az élet még tele van csodákkal. Törpapa! Törpapa! Zöld őrtörp, mi a baj? Történt valami a folyónkkal. A halak nem is tudom, olyan furcsák. Na, ezt azonnal meg kell néznünk. Törbéletesen igazad van, törpapa. Ahogy mondani szoktad... Okoska, Ügyi, Fogyit, itt maradtok törpic úrral. De törpapa! Hiha, milyen mázlisták vagyunk. Itt maradhatunk és játszhatunk vele. Mázlisták? Mázlisták? Akárhányszor történik valami izgi, miket mindig itt hagynak picörködni. Nem utáskodj, Okoska. Semmi sem lehet fontosabb, mint vigyázni egy törpic úrra. Bárcsak törpapa figyelembe venni az én kivételes képességeimet. De nem. Ő nem. Pont nekem kell vigyáznom törpic úrra. A törpiskoláját. Miért még nem láttam? Szerinted mi lehet ez, törpapa? Attól félek, hogy varázsszennyezés. Varázsszennyezés? Meg kell keresnünk, hogy honnan jön. Zöld őr, a halakat, békákat és a többi szomjas állatot vezess föl a forráshoz, ahol még tiszta a víz. Rohanok! Ide néz, törpapa. Itt ömlik bele a folyóba. Jaj, törpapa, most mit csináljunk? Ügyi, építs ide egy gátat. Úgyis éppen elég folyt már bele. Mi törpillával megnézzük, honnan ered. Azonnal nekilátok, törpapa. Azt hiszem, megtaláltuk a szennyezőt. Hókuszpók iszaptava? Igen, amiben mindent beledobált a kísérletei után. Micsoda törptelenség! Bújjunk el! Jön valaki! Hidd el, Siamiau! Ennél már nem mehetnének rosszabbul a dolgok. Nem bizony. Már mindent kipróbáltam, hogy elkapjam a törpeket, de eddig mindig túljártak az eszemen! A varázsfőzet, amelyel óriásra dövesztettem volna magam, hogy eltapossa apraja falvát, odaégett! A törpelőgőz, amelyel egyszer s mindenkorra kifüstölhette volna innen a törpeket. Tönkre ment! A zseniális zsugorítófej, amelyel az erdőt összezsugoríthatta volna, hogy megtaláljam benne a törpeket. Tönkre ment! Sziamiau, mindenemet odaadnám azért, hogy legalább az egyik a kezem közé kerüljön! Mi ez, mi folyik itt? Vigyázz, te ostoba macska! Szaladj, törpilla, szaladj! Látod, mit csináltál te, nyomorult bolha vízzég! Ide, törpilla! Ide, megy gyorsan! Siessünk vissza a laboratóriumba, ott kikísérletezek egy szennyező elnyelőt. Nincs rá szó, hogy mekkora kárt okozhat ez a szennyeződés. Jaj, de szörnyen érzem maga, iszonyú. Borzasztó hány ingerem letett fel a vízt. Na majd adok én annak a gyalázatos szőrgubancnak. Jaj, de nagyon rosszul vagyok. Jaj, lepihenek egy kicsit. Béta, alma? Nem ez az, hanem alfa, béka, ez. Törpapa! Segíthetek megcsinálni a szennyező elnyelőt? Köszönöm, nem, Okoska. De mindig azt mondta törpapa, hogy két törp törp, mint egy. Okoska, miért nem viszitek el Ügyi Fogyival sétálni törpic úrt? Törpapa, véleményem szerint Ügyi Fogyi egyedül is elviheti. Épp az előbb mondtad, Okoska, hogy két törp az törp, mint egy. Ujjé, Okoska, tényleg ezt mondtad? Hát jól van, törpapa, ha én mondtam, akkor biztos úgy is van. Na gyere, gyere. Tehát lássuk csak, igen. Nem. Igen, nem. Nem. Itt van!
Jaj, ez az ostoba macska! Rémesen érzem magám. Ne, itt van! Megállság, van még veled némi elszámolni valom! Na megállj csak, te nyikorgott tejnyaló! Ne próbálj itt nekem hízelegni, azzal nem lágyítod meg a szívem. Miattad estem bele a tóba. Jaj, mi ez? Mert hát kaptam, vagy mi ez? Jaj, nekem, jaj! Megyek össze, ez is a te hibád, te nyomorult féregláda! Jól van, menekülj csak, te gyáva macska! Menekülj csak! Jaj, nekem! Hiszen ez lehetetlen, mert akkora sem vagyok, mint egy törp! Jaj, nekem! Most mit csináljak? A varázskönyvet sem érem el, amivel kinézhetném az ellenszert! Úgy kell neked! Te mocskó, te mocskó, te bügyös macska, te macskák gyöngye! Jaj, ne, kis cica, ne csina! Keresnem kell valakit, aki segít rajtam. Tudom, egyetlen varázsló van, aki segíteni tud rajtam. Hát soha nem gondoltam volna, hogy egyszer erre betemedem, de... Törpapa, segítség! Törpapa! Törpapa, törpök, segítség! Jaj, hogy lehettem ennyire ostoba? Te tollas agyú! Nem lett volna szabad kidobálnom az üvegjeimet. Inkább tojnál, te repet fazék! Jaj, ne! Tovább sugorodtam! Már csak akkora vagyok, mint egy mezei egér! Jaj! Itt legalább biztonságban leszek. Jaj! Heuréka, megtaláltam, törpilla, megtaláltam! Hála a törpegeknek, törpapa! Azonnal bele kell öntenünk a folyóba a szennyező elnyelőt. Látom, zöldőr, ez hatástalanítja hókuszpók varázsszennyét. Sikerült, törpapa! Megmentettük a folyót. Hála neked, törpapa! Most már minden állat ihat belőle. És a halak meg a békák is hazajöhetnek. Sajnos, törpilla, nekünk még el kell mennünk hókuszpókhoz, hogy megtisztítsuk az ő tavát is. Vaj, úgy látom, most éppen senki sem üldöz. Hűha, okoska, jaj, nem pihenhetnénk mi? Egy kicsit? Ja, dehogy nem. Nekem olyan mindegy. Jaj, ne, okoska, ne szomorkodj, miért törpapa nem kérte a segítségedet. Például tőlem se kért még segítséget. Milyen igaz? Törpapa mindig azt mondja, okoska, ügyi-fogyival, vigyázzatok törpicurra! Hát igen, okoska, mi ketten nagyon jól csináljuk ezt. Jaj. Na, kérlek, tegyél már le engem, te óriás csecsemő! Na hát, törpicur, mi van a kezedben? Hű, ez hókuszpók! Hű, ha mi történhetett vele? Összementem, te szűk a gyuhupikék, na mit szólsz hozzá? Törpapa az egyetlen, azt hiszem, aki engem visszaváltoztathat. Gyorsan vigyetek el hozzá! Igen, pontosan ezt szándékozom tenni, hókuszpók. Ezen túl törpapa sem veheti semmire azt a törpöt, aki elkapta hókuszpókot. Na, tessék! Itt maradhat a játékfaluban, amíg törpapa haza nem jön. Na hát, ez felháborító! Ó, törpapa, ez a szennyező elnyelő csodásan bevált, kéne? Igen, törpilla. Remélem, egyetlen élőlénynek sem ártott meg ez a szörnyű szennyeződés. Hihetetlen, szinte hihetetlen. De igaz, törpapa, segítened kell rajtam, kérlek, könyörgök neked, te vagy az egyetlen reménységem. Gondolom, egyetértesz, törpapa, hogy a hősnek kijár egy ünnepi szónoklat. Majd bár csak a régi volnék! Mindent a maga idejében. Jaj, nem! Hihetetlen. Most mi lesz vele? Te vagy a hibás hókuszpók. Vétettél a természet örök törvényei ellen.
Ó, törpapa, törpapa, kérlek, ígérem, soha többé nem teszem. Csak kérlek, változtass vissza, hadd legyek megint a régi. Szerintem segítenünk kellene ezen a szegény, szerencsétlen kis lényen. Hát jól van, hókuszpók, de annyira bolond azért nem vagyok, hogy a faluban változtassalak vissza a régi nagyságodra. Igen, igen, törpapa, az valóban bolondság volna. Kivisszük őt az erdőbe, ott nem árthat nekünk, az az egy biztos. Most végre segíthetek neked, törpapa. Maradj itt törpicúrral. Már megint ezt tette velem? Hát, ahogy törpapa mindig mondani szokta. Á, pofa be, ügyi fogyi. Ó, nem, okoska. Törpapa ilyet soha nem mondana, csak te. Mi a törpöt csináljak vele? Várj, amíg ügyi kellő távolságban lesz. Elkezdhetnénk már végre. Rendben, hókuszpók. Most figyelj. Jaj! Mi történt? Remélem, nem csaptuk agyon. Semmi nem történt. Nem nőttem meg. Miféle varázsló vagy te? Nem sikerült az ellenszered, te elfuserált vén varázsló. Soha nem értettél semmihez, te szerencsétlen vén kecske, te! Ez nem szép tőled, hókusz. Jaj, nem? Hihetetlen. Most már akkora sem vagyok, mint a poloska. Úgy látszik rajtad, már a szennyező elnyelő sem segíthet, hókuszpók. Ó, törpapa, én már sosem leszek a régi. Te mindig csak tovább zsugorodsz, ha valami rosszat teszel. Talán akkor növekednél, hókuszpók, ha valami jót tennél. Ha valami jót tennék? Ugye te viccelsz velem? Jót? Én? Attól tartok, ez az egyetlen esélyed. Törpapa, törpapa! Egy pillangó beleakadt a pókálóba! Ki kell szabadítanom, törpapa! Várj egy kicsit, zöldőr! Itt a pompás alkalom, hogy kipróbáljam az elméletemet. Ennél nevetségesebbet még életemben nem hallottam, hogy a jóságtól nőni lehet. Ez nevetséges. Szentséges törpengek! Vigyázz, hókuszpók! Ott a pók! Rajta! Rajta! Jaj, segítség! Igazad volt, törpapa. Kiszabadítottam azt a szegény pillangót, és tényleg nőttem egy kicsit. Igen, hókuszpók, nagyon sok jót lehet tenni a földön. Néha úgy tűnik, annyi jóságra van szükség, hogy már mi sem győzzük. Épp nekem mondod? Látom is, mi lesz a következő jó tetted. Segíts azoknak a szegény mókusoknak. Bevittem az utolsó diót is, törpapa. Jól van, megdicsérlek, hókuszpók. Legalább 1000 diót vittem be oda, és eddig még egyetlen millimétert sem nőttem. Légy türelmes, hókuszpók. A jó cselekedetek hatása nem mindig érezhető azonnal. Látod, hókuszpók, a jóságod erősebb a varázsszenny hatásánál is. Igen, de milyen hamar lehetek megint a régi? Ezt nehéz megmondani, folytatnod kell a jó cselekedeteket. Fúj, ez lehetetlen. Ó, törpapa, ha hókuszpók beköltözne Apraja falvára, hamar megtanulhatnám, milyen könnyű jót tenni. Ez aztán a törpötlet. Kérlek, hókusztörp, maradj nyugton. Hókusztörp, sose láttam még ilyen rogyant érdeket, ilyen x-lábakat, és ennyire rogyant. Már meg ezt az indítlen nadrágot, te kis locsogó! Hókuszpók? Te locsocsoda ollójú, te! Soha nem láttam még ilyen nagy művészét a szabó szakmának. Ó, ez igazán jól esett, hókusztörp. Hókusztörp! Kérek minden törpöt, segítsen hókuszpóknak jót tenni. Nem veszélyes egy kicsit, hogy itt van. Nem, mert a varázslat hatásától félve nem fog rosszat tenni. Én utálom ezt az egészet. Én is utálom ezt az egészet. Nyomás, törperős, nyomás, nyomás! Nyomás, törperős! Nagyon jó cselekedet lesz, ha segítesz nekem összekeverni ezeket a festékeket. Bármit megteszek, csak ne legyek megint kisebb. Jaj! Nem, hókusztörp. Össze kellett volna keverni, de nem így.
De igaz, ami igaz. Gyönyörű színes törp lett belőled. Wow, gáj! Belőled, hogy meglocsolod a virágaimat. Aranyos, jó kis törp lesz belőled. Nem akarok jól lenni, érted? Rossz akarok lenni, rossz, rossz, rossz! Jaj, a virágaim! Ezt azonnal hagyd abba! Utálom a jóságot! Jaj, nem, jaj, már megyek megint össze! Jaj, imádom a virágokat, mindjárt hozok még vizet, nehogy véletlenül szomjasak maradjanak. Sőt, talán még így gyomlálok körülöttük ki bizonyán. Jaj, jól van, ezt megúsztam. Te viccesen nézel ki ebben a törp sipkában. Ne piszkálj engem, te kis kékféreg! Ó, vagyis, hogy úgy akartam mondani, hogy nagyon szomorú vagyok az állandó összemenéseim miatt. Tényleg, tessék, ezt majd megvigasztal. Meglepetés neked. Ajándék? Nekem? Igen, kirobbanó sikere lesz nálad. Na, na, ó, ma! Na magáj, te nyomorulsz! Jaj, ne! Köszönöm a szép ajándékod. Tényleg megvigasztalottam. Én ezt már nem bírom sokáig. Te vagy az egyetlen törp, aki nem húz fel. Még mindig nem tettem olyan nagy jót, ami megtöri a varást. Persze, könnyű neked. Te felnősz egy szép nap, de én attól félek, kedveském, életem végéig ilyen törp méretű maradok. Légy jó, és segíts megjavítani ezt a kocsit, hókusztört. Jó, de attól félek, ez sem elég ahhoz, hogy nekem jó legyen. Türelem, hókusztört, törpapa tudja, mit csinál. Adj egy szöget, jó? Vigyázz! Segíts, hókusztört! Na jó, jó, de minden mit csinálja? Próbáld meg fölemelni egy gyorsan! Jól van. Jó, hókusztörp, sikerült. Igen, igen, olyan jót csináltam, hogy megnőttem, megnőttem. Jól van, kimásztam. Hé, te aztán jól megnőttél. Igen, növök, növök. Nem sokára ismét a régi leszek. Menekülj, törpapa, menekülj. És most? Itt az ideje, hogy elkapjam az összes törpöt. Jaj, nem, nem! Sajnálom, hókuszbók, de nem maradhatsz tovább a faluban, túl veszélyes volna. Ne haragudj, törpapa! Ja, én mit csinálok? Hát kezdek úgy viselkedni, mint ők! Kiszámíthatatlan hatású a varázsszennyeződésed. Nem érdekel a falutok. Jól megleszek itt az erdőben is. Ó, mit csináljak, mit csináljak? Ó, te ostoba tollas fejű! Nem taposhatok többi a bogarakon, nem téphetem le a virágokat, nem kiabálhatok a gyerekekre, de lenne ennél még rosszabb is például, hogyha esne az eső. Ó, de szép nap ez a mai, törpapa. Valóban gyönyörű nap, törpöltő. Papa, most, hogy már nem szennyezett a folyó, lemehetnénk úszni egyet? Hát hogyne, törpilla, ez egy nagyszerű ötlet. Vigyázz, törpicura, ügyi fogyi, úszom egyet. Jól van, okoska. Jól van, picúr, hozok neked egy kis vizet. Lusti, addig vigyázz a kicsire. Na, de borzasztó éjszaka volt, és még csak haza sem mehetek amiatt az ostoba macska miatt. Mi ez? Hát, törpök, de jó lesz nekem reggelire. Ó, jaj, nekem, hát elfelejtettem, hogy most már meg se ijednének tőlem. Milyen kicsik, és mégis milyen jól érzik magukat. Aj, de ők az egyetlenek, akikkel egyáltalán beszélgethetek. Mindenki más meg akar enni, vagy agyon akar taposni. Még Siamjaú is. Ah!
Szia, miau! Jó! Jaj, nem, törpicúrt, ne bánysd! Jaj, nézzétek! Szia, miau, megtámadja a kicsit! Menj innen, te bolhafészek! Miért bántod mindig a kicsiket? Ne nézz így rám! Nem volnék jó falat! Meggyógyultam! Olyan nagy vagyok, mint régen! Jaj, nekem! Jaj! Te gonosz nyivákoló pamacs! Kesztyűt csinálok a bundából! Vagy inkább egy szőnyeget? Inkább egy zoknit, vagy egy gatyóreszt? Te! Jó éjszakát, törpapa! Jó éjszakát, törpapa! Biztos, hogy nincs messze a falujuk. Ha jól emlékszem, Szia Miau, a folyónál balra fordultunk, vagy mégis inkább... Au, te ostoba góc, te meg te! Na de lusti! Hogy? Már készen is vagyunk, törperős, mert akkor pihenek egy kicsit. Hé, kerti törp! Próbáld meg, te talán ki tudsz csikarni egy kis segítséget ebből a semmire kellő lustiból. Szia, kerti törp! Szedd a diót, lusti! Addig én kimegyek a földekre. Munka, munka. Mikor lesz már végre vége? Na hát ez a lusti, ő aztán mindig nekifekszik a munkának. Lusti, azonnal hozd vissza a mosatruhát! Errefelé a törp le se húnyhatja a szemét. Egy morzsa ebből, egy maroknyi abból. Most el kell mennem egy kicsit. Okoska, rád bízom, hogy ne égjen oda a főzetem. Ó, nyugodtan megbízhatsz bennem, törpapa. Nekem az ilyesmi igazán semmiség. Ha számításba vesszük azt is, hogy... Vigyázz a főzetemre, Okoska! A főzetfelügyeléshez nagyfokú koncentrációra van szükség, el is kezdem. Hogy lehet ekkor az ajban koncentrálni? Lustikám! Mi az? Ki volt az? De mindig csak horkolsz. Te így soha nem jutsz előbbre. Én például itt most arra vigyázok, hogy törpapa főzete oda ne égjen. Jaj! Nem! Még szerencse, hogy törpapa nem látta. Ne haragudj, törpapa, nem az én hibám volt. Lusti ugyanis... Nem érdekelnek a kifogások. Oda égetted az utolsó szilfa leveleimet. Most újakat kell hoznom. És én segítek neked? Nem, köszönöm, okoska, mára épp eleget segítettél. Kicsi törpjeim, el kell mennem a mocsárhoz szilfa levélért. Legyetek jók, amíg távol vagyok. Jó leszünk, törpapa! Én tudom, hogy leszek a legjobb. Végre alszom egy jó nagyot. Mit szóltok ehhez a lustihoz? Amíg mi dolgozunk, addig ő alszik. És mindig bajt okoz. Ki nem állhatom a bajt? Leckésztessük meg lustit, de úgy, hogy soha ne felejtse. Igen, jó lesz. Utálok figyelni. Rendben van, először is. Hú, de jól taludtam. Azt hiszem, ideje vacsorázni. Hé, mi ez a rendetlenség? És hol vannak a törpök? Törpilla! Törpilla, mi történt itt? Hé, Törpilla! Mi történt veled? Ki vagy te? Én vagyok Lusti. Ugyan, Lusti törp. Az teljességgel lehetetlen. Lusti eltűnt már legalább 300 évvel ezelőtt.
300 évvel ezelőtt jól elaludtam. Ki ez a fiatal törpilla? Ez csak Lusti lehet. Merre jártál az eltelt évek során, Lusti? Hát aludtam, azt hiszem. Meglepetés a visszatérésed alkalmából. Ó, nem működik már olyan nagyon régi. Igen, öreg, mint mi. Ezért örülünk, hogy hazajöttél, Lusti. Lesz, aki elvégzi a munkát, amit mi már nem bírunk. Például a favágást. És a kerti munkát. És a süteménysütést. Én ezt nem bírom egyedül. Hol van törpapa? Törpapa! Ó, hát még nem mondtuk. Törpapa elment. Ó, hát ez borzasztó. De ne aggódjatok, törpök. Segítek, amiben tudok. Ó, köszönjük, Lusti. Igen, köszönjük. Hát szívesen. Azt hiszem. Hát, ilyen az élet, igaz? Úgy ám. Lustikám, hoznál még egy törpszörpöt? Megyek már, törperős. Ha már itt vagy, Lusti, lapoznál helyettem, nekem olyan nehéz. Adnál nekem még egyszer egy süteményt, tudod, annyira fáj a hátam. És pucold meg a tükrömet. És takaríts kínálom. És élesítsd meg a szerszámomat. És hozd egy másik könyvet. És javítsd meg a kereket. Ha tudtam volna, hogy ennyi munkám lesz, aludtam volna még 100 évet. Én ezt nem bírom tovább. Ha legalább törpapa itt volna, neki mindenre van valami varázsigéje. Hát persze, ez az. Lássuk csak. Fiatalitás, ifjú, ifjabb, legifjabb. Törpéletes, bárcsak nem volnék olyan álmos. Annyira fáradt vagyok. Nem, ha nem fiatalítom meg őket, soha nem fogok tudni aludni. És ez az utolsó alapanyag. Remélem sikerül. Már annyira fáradt vagyok. Sikerült, sikerült, és épp idejében. Nagyon éhes vagyok. Mész. Hol késik már a reggelink? Lusti! Itt van, törpök, vegyetek. Nem tudom, mi lehet ez, de ami kék, az biztosan nem rossz. Még egyet. És nem sokára visszaváltoznak régi törpökké. Furcsa, de finom. Igen, igazad van. Biztos jót tesz az agyműködésnek is. Ki nem állatom a világos kéket? Edd meg, vagy nem kapsz édességet. Mindjárt adni fog. Mindjárt adni fog. Derék törp vagy, Lusti. Tényleg derék egy törp. De nem annyira, mint régen. Mi most pihentetjük egy kicsit öreg csontjainkat, amíg te szépen elmosogatok. Igen, persze, hogy mosogatok. Ó, feladom! Fölébredek, és kiderül, hogy csak egy rossz álom volt az egész. Hé, hát egy percre sem unhatom le a szemem. Ó, mit tettem? Hát erről volt szó, átejtettek, nem is voltak öregek. De most aztán igazán megfiatalodtak. Jaj! Abba hagyni! Most nem lehet játszani, súlyos gondjaink vannak. Mit bugyborékolsz, te vénség? Olyan uncsi vagy. Gyertek, törpök, nem játszunk ezzel az alakkal. Várjatok! Gyertek vissza! Ezúttal sikerülni fog, szia, miahú! Ezzel a csodakotyhalékkal ide csalogatom őket a házamba. Jól teszed! Psst, ez nagyon precíz munkát igényel, tökéletes csöndre van szükségem. Tökre ment. Bárki legyen is odakint, megfizet ezért. Bácsi, kérem!
Tessék játszani velünk! Játszani? Hát hogy a csodában, e? Gyertek csak be! Ó, hát ez borzasztó! Várjunk csak, ha az elején nem voltak igazán öregek, akkor törpapának élnie kell. Itt vagyok, törpikém! Hazajöttem! Törpikém! Mi ez? Itt valami furcsa dolog történt. Jóságos törpegek, valami nagyon furcsa dolog történt. Valaki fiatalítószert csinált. Jaj, ez nagyon veszélyes lehet. Megcsinálom az ellenszert és megkeresem. Törpapa! Törpapa! Jaj, sehol nem találom. Jaj, segítség, törpapa! Lusti, mondd meg, mi történt itt? Szörnyűség törpén, törpapa. Az összes törp hókuszpóknál van. Hókuszpóknál? Ettől féltem. Repülj, kelep, amilyen gyorsan csak tudsz. Gyere, most már játszunk valami más. Igen, kezd nagyon melegen lenni. Hát persze, hogy itt van az ebédidő. Az én ebédidőm. Ringatóz csak kicsikém, húslevesem tetején. Eljött végre az a nap, mikor téged bekaplak! Jaj, elkéstünk, törpapa! Még nem, ha be tudunk jutni ezzel az ellenszerrel, még megmenthetjük őket, de szükségem lesz rád. Én rám? De mi ez? Azt kell tenned, amit a legjobban szeretsz. Csöndet! A törpöket főbe szeretem, nem ordibálva! Hát ez mi? Még egy törp, és nagyobb, mint a többi. Úgy látszik, ma szerencse napon van. Még idejében csatlakozhatsz a bébikhez. Figyelem, a jó leves titka, a helyes fűszerezés. Egy pillanat. Hát ez itt meg mi csoda. Ó, oh, jaj, mi történik itt velem? Nézd rám, szia, miau! Hirtelen megöregettem! Igen! Gyűlölöm a törpöket, aj, de gyűlölöm őket! És remélem, ez mindannyiótoknak jó lecke volt. Nagyon sajnáljuk, törpapa. Többé nem csinálunk ilyet. Én meg többé nem lustálkodom, hiszen ha jobb világot akarunk, azt mindannyiunknak együtt kell megteremteni, igaz? Ne sírj, te kis drága, mindjárt odaérünk. S, itt gonosz tündérek is vannak. Nézd csak, kicsim. Ott van nagypapa barlangjának a bejárata. Nagyapa, itt Olga! Micsak, micsak, micsoda kellemes meglepetés! Gyere, gyermekem! Olyan furcsa a hangod, nagyapa. A nyírkos idő az oka. Add csak ide a herceget! Ne! Talán a kapucnittól fél, nagyapa. Hát ide azt a csörgőt! Olyan furcsa vagy, nagyapa. Azért, mert nem is vagyok a nagyapád. Fallon! Igen, Fallon vagyok, a kedvenc gonosz Manó! Jaj! Ide azt a csodacsörgőt, és megkegyelmezek nektek! Ne hagyjuk! Jaj! Mi ez itt? Ide azt a csörgőt! A csörgőt? Elnézést! Messziről másnak néztél ki. Nem láttál véletlenül erre egy tündérkirálynőt a kisbabájával? Tündérkirálynőt? Ezek szerint nem. De melegem lett. Még jó, hogy nem vitt el a sütijeinket. Annyira éhes vagyok. Nyám, nyám! Ezt nevezem én nyárson sütinek, látod? Nyám, nyám. Á, ez incsiklandozó. Hé, mit csináltok? Jaj, nekünk! Elloptátok a... Bocsáss meg, rettenetesen sajnálom. Gyere csak ide szépen, és beszéljük meg szemtől szemben ezt a dolgot.
tudod, azért kell bujkálnunk, mert egy nagyon gonosz manó elől menekülünk. Jó, csak add vissza a sütijeimet. Csak legyen, mindjárt oda len leszek. Oda len. Jaj, jaj. Jaj, de mi volt ez? Nem, ez nekem egy kicsit magas. Ó, szia, miau! Ha az a gonosz fallon megkaparintja a csodacsörgőt, hatalmába keríti a jó tündéreket, és az erdőben elterjeszti a gonoszságot. A manó mindenit! Vissza kell térnem Tündérországba, kedves hamitörp, nehogy aggódjanak miattam. Persze, mi is megyünk már haza, törpicúr. Jól van, majd máskor is eljövünk. Csicsia, babája, álmos éveket, jaj, te nehéz vagy. Hami, annyira aggódtunk már miattatok. Nézd ezt a gyereket, teljesen kimerült szegény. Jaj, akár csak én. Hűha, teljesen nedves szegény, most mit tegyünk? Ügyi-fogyi, hogy lehetsz ilyen törpéletlen? Majd én megtanítalak, hogyan kell tisztába tenni. Okoska, bármit megtennék, csak hogy ne kelljen tisztába raknom. Bármit? Én tisztába teszem, de pedig majd... Hú, a manóba, ez olyan, mint valami csatatér. Pakolj le az asztalról, hogy rátehessem törpicúrt. Ó, jaj! Bocs, okoska. Ne bömbölj, törpicúr, okoska mindjárt rendbe tesz téged. Ügyi-fogyi, vedd ki nekem a púdert. Ó, igen, okoska. A neved nem hiába ügyi-fogyi. Pakolj gyorsan vissza mindent. Mi lesz? Hogy? Okoska, hát ezt hogy csináltad? Nem én csináltam, hanem törpicúr. Törpicúr, gyere vissza! Szellemi költözött belé, azt hiszem. Állj már meg! Jaj, törpegek! Fogjátok meg törpicúrt! Törpre tetted a kertemet! Azt hiszem, még sohasem alkottam ilyen törpéletes remekművet. A manó mindenit! Segítség! Törpicúrba szellem költözött! Fallon! Olga tündér, ezennel véged! Tiéd a csodacsörgő! De kegyelmezz meg a hercegnek! Legyen álom a gyerek! Az kegyetlen dolog lenne! Most miért nem működik? Ki velem, mi a titka? Azt nem tudnám neked megmondani. Majd én kierőszakolom belőled! Azt mondtam, gyere le gyorsan! Egy-kettő! Még mielőtt megütöd magad! Gyere, törpicúr! Az erdőben sok veszély leselkedik ránk! Cica! Cica? Hát hol látsz te egy cicát? Becsaptál engem, te néber! Ez a gyerek csörgő, itt nem is csoda csörgő! Mondd csak, bolondnak nézel te engem! Nem bolond vagy te, hanem gonosz manó! Igen, éles a nyelve a kis öregnek! Az igazságot akarom egy-kettő! Kérlek, ne mondd meg neki, Olga! Az összes tündér sorsa a te kezedben van. Tégy, ahogy jónak látod, Fallon! Én nem hagyom cserben a népemet! Királynő, méltóan beszéltél! Most halljuk, mit mond egy jó anya! Na, anyuka, ez az utolsó lehetőséged. Rendben, Fallon, győztél. Ez a csörgő
Törpic úr tulajdona. Szóval azok a kis vacak kék lények, he? A két kisbaba elcserélhette a csörgőket. Törpic úr, azonnal gyere le hozzánk. Hagyd abba, ügyi-fogyi, semmit sem tehetünk. Jó napot nektek, törpök! Jaj, de jó, hogy jöttél. Nem tudnál segíteni nekünk egy kicsit? Dehogy nem. Látod azt a kisbabát ott fenn a fán? Micsoda? Kisbaba van a fán? Ó, jó tündér, nem tudnád nekünk levenni a picit? Dehogy is nem. Milyen helyes. Gyere szépen ide a bácsihoz, gyere csak. Te szörnyeteg, ezt megkeserülöd! Jaj! Fúj! Látod, törpapa? Törpic úrba szellem költözött. Törpic úr, gyere törpapához! Ez nem törpic úr csörgője. Színtiszta ezüst, törpéletes emberi alkotás ez a csoda csörgő. Hívd el, törpapa! Amikor törpic úrt az erdőbe vitted, találkoztatok varázslókkal vagy tündérekkel? Hm? Igen, törpapa, egy tündér királynővel és a kisfiával, Viktor herceggel. Akkor biztosan elcserélték a gyerekek a csörgőiket. Igen, én pedig most visszacserélem őket. Föllön a gonosz manó. Bizony, ő az hami. Ide a csodacsörgőt. Ez Olga királynő és Viktor herceg. Ha nem adod ide, Viktor, Olga és a nagyapja elpusztulnak. Ami most nem tehetünk más, túl kockázatos lenne. Gyerünk, induljunk utána. Kelep, Okoska, ügyi-fogyi, gyerünk Fallon után, de gyorsan. De törpapa, mi lesz, ha a csörgőt ellenünk használja majd? Olyan szerrel vontam be a csörgőt, amely egy óra hosszáig hatástalanítja azt. És egy órán belül nem érünk Fallon kastélyához? Akkor Tündérország Fallon hatalmába kerül, és gonoszság terjed el a világon. Gyorsabban, Kelep! Már mióta várom ezt a percet. A csodacsörgő végre az enyém. Nyughass szabra! Ma este három fogásos királyi vacsorában lesz részed. Tiéd a csörgő! Miért akarsz minket is elpusztítani? Azért, mert ez a gyengém. Olga, nézd! A törpök! A törpök? Na, majd én elbánok velük. Mi ez? A csörgő elvesztette varázs erejét. Vesztettél? Te átkozott! Azonnal engedelmeskedjetek nekem, te! Jól van, törpapa, nálad a csodacsörgő, de úgysem tudsz vele mit kezdeni. Úgysem mented meg őket, törpapa, vesztettetek és kész. Csak másodpercekig tart még az ellenszerem. Gyerünk, csodacsörgő! De törpapa, nem lehet, hogy már megint a rossz csörgő van nálunk? Nem, ez a csodacsörgő. Kérlek, törpapa, segíts rajtunk! Gyerünk, csörgő, térjen vissza a varázs erőd! Törpapa parancsolja! A trónom! Tönkretettétek a trónom! Ezért még megfizetsz, kis Viktor, és te is, törpapa! Felépítem a trónom, és egy napon enyém lesz a csodacsörgő, igen! Fogd be a szád! Sötét, viharos éjszaka volt. Amint ment, mentegélt a nagy sötét erdőben, a kis törp úgy hallotta, mintha valaki vagy valami követné őt. Hirtelen egy nagy, hatalmas szőrös mancsot érzett a vállán. Ott! Mögöttetek! Vigyázzatok! Jaj! Sziamiau! Jaj! Futáá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  Hé, mitől féltek? Csak nem ijedtek meg egy kis árnyjátéktól. Én végig tudtam, csak nem akartam kilógni a sorból. Jaj, mi ez?
Szerintem Bagoly barátunk jött. Köszönöm, barátom. Na, nézzük csak. Tavasz anyó írta, azonnal hozzá kell mennem. Azonnal jöttem, ahogy megkaptam a leveledet. Köszönöm, drága törpapa. Egészségedre, tavasz anyó. Jaj, de haragudj, törpapa, de tudod, a tél mindig nagyon megvisel. Igen, azt látom. Holnap kellene kirügyeztetnem a fákat, de hát debbeltek ilyen szörnyű betegen. Ebben igazad van. De ha ezt holnap nem intézem el, a fáknak nem lesz levelük az idén. Az nem volna jó. Ilyenkor általában időapot szoktam segítségül hívni, de ő most az ezredfordulóra készül. Nem akarlak fárasztani, de... Hogyan segíthetek? Ebben az üvegcsében sűrített virágpor van. Holnap kérlek, mász föl a nagy tölgy legfelső ágára, és mondd el a varázsigét. Fagyott ágbad, búvó, bibbók, itt az idő, kibújdotok. Aztán szórd szét ezt a port a fa ágai között. De légy óvatos, a por varázs ereje nagyon erős. És ne felejtsd el, még holnap napnyugta előtt az egészet szét kell szórnod. Ne félj, holnap reggel, ez lesz az első dolgom. Ó, nagyon hálás vagyok, és nem is tudom, hogy ó, bocsáss meg. Kedves egészségedre! La-l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 a. Jó reggelt, Ügyi! Tavasz anyó megkért valamire, örülnék, ha tudnál segíteni. Persze, törpapa, boldog vagyok, hogy segíthetek. Nagyszerű! Föl kell másznunk a nagy tölgy legfelső ágára, hozz egy kötelet. Na, ettől még törpapa is meg fog rémülni. Hoppá, elfogyott a szalagom. Várjunk csak, az a levél, amit törpapa kapott, egy szép szalaggal volt átkötve. Meg is van. Igen, ez nagyon jó lesz. Oh. Ne aggódj, egy percig se tör, papa. Én majd a kezembe veszem a dolgokat, amíg távol vagy. Ebben biztos voltam, okoska. Látod, törpapa ilyenkor csak rám számíthat. Jól van, Ügyi, indulhatunk. Törpapa, ezt neked hoztam, egy kis meglepetés. Hát igazán kedves tőled, Tréfi, majd. Okoska, vigyázz rá, addig, amíg visszajövök. De törpapa! Legyetek jók, törpikéim! Jó, te törpapa! Na hát, milyen érdekes ez a csomag. Törpapa biztos nem haragudna meg, ha belekukkantanék. Most már beszélnem kell Tréfivel, hogy szokjon le erről a gyerekes viselkedésről. Tréfi! Semmi az egész, Ügyi Fugyi. Csuklóból csapjod a... Hűha. Látod, ilyen egyszerű, most te próbáld ki. Te következel. Csapjod erősen. Hát jó, törperős, akkor csapok. Úgy látszik, nem voltam tisztában a saját erőmmel. Júj, alig várom már, hogy belekóstoljak ebbe az incsi-fincsi süteménybe! Mi van, Hami? Újfajta süteménnyel kísérletezel? Mi olyan vicces? Mi? Mi? Hát talán én. La 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 la. Ahó, törpötő. Szia, törpina. Nem tudom, volna időd átalakítani néhány ruhámat? Hát persze, persze. Előtted mindig nyitva áll az ajtóm. Hozd csak el a ruháidat. Ha akarod, még ki is vasalom őket. Ó, köszönöm, törpötő. Azonnal visszajövök velük. Mond, Tréfi, ez megint a te műved volt?
csak az enyém lett volna. Olyan viccesen nézel ki. Egyszer remélem, majd valaki téged is megtréfál. Akkor majd megtudod, milyen érzés. De törpilla nem én. Na hát mi ez? Egy titkos hódolom küldhette? Még ilyet, ez az én viccem. Valaki tréfizik, de ez a tréfin nem én vagyok. Még egy kicsit magasabbra. Igen, törpapa. Itt jó lesz. Hogy is volt az a varázsige? Ó, igen. Fagyott ágban búvó bimbók, itt az idő kibújnatok. Hogy lehet ez? Mi baj van, törpapa? Üres az üveg. Hogy lehet ez? Talán még otthon kiömlött belőle a por. Remélem nem. Engedj le, Ügyi. Ha a napnyugtáig nem találjuk meg a varázsport, akkor idén nem lesz tavasz. Most, hogy mind itt vagytok, válaszoljatok! Ki lopta el a tréfámat? Hogy lehet tréfát lopni? Hogy? Hiányzik egy tréfája? Ne beszéljetek itt mellé! Tudni akarom, melyik törp lopta el a tréfámat! Kuska, nem veszel észre valami furcsát tréfin? Nos, én az ő humorát mindig kissé különösnek tartottam. Én nem erre gondoltam. Nézd meg jól, nincs meg az árnyéka. Minden törp tudja, hogy Apraja falván ki a tréfa mester. Úgy bizony. Hé, tréfi, mi történt az árnyékoddal? Az árnyékommal? Nem igaz! Először a tréfámat, aztán az árnyékomat! Nekem is hiányzik az egyik tortám. A te tortád legalább megvan, Hami. Hé, ott az árnyékom! Kapjátok el! Gyerünk utána! Ezt a felfordulást! Hé, ne hagyjátok megszökni! Kapjátok el! Utána! Gyerünk, fogjátok meg! Nem tudom elképzelni, mi történhetett a varázsporral. Kapjátok el! Fogjátok meg! Mi folyik itt? Tréfi árnyéka életre kelt, és folyton csak bolyt kever. Életre kelt? Ez a virágpor hatása. Hát persze, el kell kapnunk azt az árnyékot, de azonnal. Fogd meg végre, gyerünk. Jól van, keresd meg gyorsan. Törpikeim, kérlek, azonnal hagyjátok abba! Már megint meglökött az árnyékom, és ez nem vicces, egyáltalán nem vicces. Fésüljük át az egész falut, napnyugta előtt meg kell találnunk azt az árnyékot. Megtaláltad már, okoska? Ügyi-fogyi, 5 percenként meg kell kérdezned? Okoska, nézd! Tréfi árnyéka, kapd el! Mi ez? Hagyjátok ezt abba! Jó, ne haragudj, törpapa. Hé, Dulifuli, nem látta tréfi árnyékát? Ki nem állhatom tréfi árnyékát? Talán arra ment. Ki nem állhatom a talánt? Na te szemtelen árnyékom, most megvagy. Állj! Jujj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 
Megvagy! Szóval lerekedni akarsz! Nem most várj egy kicsit, akkor most figyelj! Nem vicces, egyáltalán nem vicces! Jé, ezt aztán kiütöttél! Szép munka volt, Réfi. Gyorsan, törpikéim. Még napnyugta előtt el kell vinnünk ezt az árnyékot a nagy tölgyhöz, vagy oda az erdőnk. Fagyott ágban, búvó bimbók, itt az idő, kibújnotok most! Hurrá! Hurrá! Sikerült, törpikéim, sikerült! És mi lesz az árnyékommal? Itt van, Tréfi. Jaj, nem, ez már soha sem lesz a régi. Ne aggódj, visszavisszük a faluba, és én kivasalom. Garantálom, hogy szebb lesz, mint újkorában. Ah, itt a tavasz a levegőben. Tavasz a jó, ugye már jobban érzed magad?
Ó, sokkal jobban, köszönöm. A rügyek is idejében kihajtottak. Hála neked, törpapa. Jaj, nekem mi volt ez? Törpöltő most vasalja vissza tréfi árnyékát. Az árnyékát? Ó, semmiség, csak egy kis baleset. Törpöltő nagyon ügyesen megcsinálta, törpapa. Nagyon örülök, hogy végre minden a régi. Én is a régi vagyok, törpapa. Hát, majdnem a régi, majdnem. Egy új napnak nézünk elébe. Ébresztő álomszuszék, kelj fel és ragyog! Úgy látom, ez a nap igazán kedvemre valónak ígérkezik. Még ha ez egy kicsit öndicséretnek is hangzik. Kisebb napkezdés annál, amikor a reggeliző asztalon finom áfonya krém illatozik. Nézzük csak egyet nekem, kettőt nekem, meg a harmadikat is. Gondoltam, egy kis zenével életet lehelek a napba. Remélem, nem voltam elvasztó. Ne izgulj, Nótata, ezeknek a krémeknek már úgyis mindegy. Nem, ügyi-fogyi. Pont a lényeget nem érted. A kiemelkedően jó munkáim arra a könyves polcra kerülnek, erre a polcra a kiváló munkáimat teszem. Értem, okoska. Jó, akkor most menjünk ki a szabadba, és levegőzzünk egy kicsit. Mondd, okoska, ezt kinyitja valaha valaki. Micsoda kérdés ez, ügyi-fogyi? Az írásaimra mindig van igény. Okoska! Kölcsön adnád néhány könyvedet? Ó, természetesen, barátom. Parancsolattal áll okoska idézeteit, vagy mondjuk inkább okoska törp bölcs mondásait? Mind a kettőt. Szívesen adom. Örülök, ha hozzájárulhatok értelmi fejlődésedhez. Kösz, okoska, de én most a karizmaim fejlesztésén munkálkodom. Egy-két. Oh, ma tornázni való kedvem van. Egy-két. Nem is rossz. Egész törpösen működik az öntöző berendezésed. Hát igen, ilyen tűző napon bizony megszomjaznak a növények is. Bizony, teljesen felhőtlen az ég. Micsoda törpös nap? Teljesen felhőtlen az ég. Micsoda szörnyű nap. Fárgyő! Nincsak. Játszanak a jóságos törpikék. Az arcukra van írva ezeknek az undorítóan kedves kis lényeknek, hogy véleményük szerint a mai nap, törpös. Az ilyen dolgoktól én szinte ágynak esem. Az jó! Valamit tennem kell azért, hogy ez ne így legyen. Ó, hát ez az, ez a boldogság elleni szer. A viszály magvai. Olyan verőfényes napra tartogattam őket, mint amilyen a mai. Jaj, de gonosz vagy! Nem volna szabad a lakásban tölteni egy ilyen verőfényes napot, Omniapó. Lehetne szebb is. Különben meg élvezem a játékot. Ennek örülök. Hipp és hopp és hüpp. Íme, itt a törp papa trükk. Csodálatos. Elképesztő, hogy egyre rugalmasabb leszel, ahogy öregszel. Ezt a lépést egy törp ifjonctól tanultam. Így, ez így jó lesz. Viszállj magva, kejki hát. Terjeszd most a világ gonoszát. Vörös gyökér nőttön nőj, csak a rosszat tűrd az erdőn. Micsoda ormótlan fajzat! Jó utat neked, gonoszság gyökere! Menj messzire, és ne hagyd, hogy bárkinek is jó napja legyen! Hih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 
Jóságos ég! Sajnálom, Omni apó, de úgy tűnik, megint én fogok nyerni. Nem számít, törpapa, nem a győzelem a fontos. De most már kezdem unni, hogy egy kis vacak tökfejtől kedvereséget szenvednem. Ó, Omni apó, mi ütött beléd? Semmi, csak még nem végeztem el a tavaszi nagy takarítást. Ne bujócskázz itt velem, te pimasz! Hé, törpapa, azonnal tessék idejönni! Itt vagyok, te vérbandasz! La 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 la! A törp iskolája. Mi történik itt? Az artekben mit képzeltek? Lehet úgy dolgozni, hogy az ember pofájába belelógnak ezek a nedves répák? Jaj! A végére járok a dolognak. Itt maradsz, te nyavajás! A büdös manó életbe, de makacs ez! Jó! Vízőr! Szóval te rá... Igen, mert utálom, ha belelógnak a pofámba! Adok neked! Adok én! Nesze! Jaj! No, hol is tartottam? Egyet nekem, kettőt nekem, és hármadikat. Nótatának. Hé, Nótata, csináltam áfonyakrémet, és elhoztam az adagot, a tessék, parancsolj! Ó, törpönöm, hamikám. Ettől biztosan jobban szól majd a törpujád. Törpenes! Mi az, okoska? Add vissza a könyveimet, te izompacsirta! Jaj! Te hoztad ide ezt a rémes vörös gyökeret, okoska! Nekem semmi közöm az egészhez, sajnos! Biztos kerti törp tette ezt ide, az agyamra megy a zöldségeivel! Miattad van az egész, kerti törp? Hogy miattam? Vízőr szokta így feltúrni a földet a nyomvad csatornái miatt. Olyan biztos, mint ahogy itt állok, hogy ilyen elvetemült dologra egyedül... Tamasz anyu, biztosan onnan ered ez az egész. Ideje, hogy végre megleckésztessük a vém csoroszját. Indulás Tamasz anyuhoz! Törpic úr, játéknak itt most nincsen helye. Takarodj le onnan, azonnal egy-kettő. Törpegek, milyen furcsa. Hogy kerül ide ez a gyökér? Hát persze, Tamasz anyu ötlete volt az egész. Ez az egész egyszerűen fantörpikus. Nyilvánvaló, hogy ez a gyökér rossz hatással van a törpiekre is. Kivéve téged. Nem eresztelek el addig, amíg ki nem törpölök valamit e gonosz gyökér elpusztítására. Tamasz anyu, azonnal gyere elő! Tamasz anyu, beszélnünk kell a gonosz gyökérrel kapcsolatban. Na, hogy beszélünk. Omni apó szerint te vagy érte a felelős. Törpegek. Ezt nem teheti meg törpapával. A gonosz mindenit. Romboljuk le a házát. Ne, azt ne! Gonosz törpikéim, figyeljetek rám! Ennél sokkal-sokkal jobb méregkeverő ötletem támadt. Igen? Mondd gyorsan! Először is ki kell derítenünk, honnan ered ez a gyökér. A törpit elmondom, ha majd odaértünk. Kolihidra gondoltam. Gyertek, undok kis jószágaim! Bizonyára szörnyűséges dolgok várnak ránk. Ó, a gonoszság csodálatos gyökere teljesen felfordította a törpök életét. Állandóan veszekednek. De szeretem az ilyet. Jó, azt mondtam, szeretem. Meg kell válogatnom a szavaimat.
Úgy van, nehogy véletlenül jót is mondjál! Undok törpjeim, ez klorihidra legkedveltebb növénye. Szerintetek mit szólna ahhoz, ha törpén nevele valami, ha? Nyomorultul érezni magát. Hozzátok csak ezt a fűrészt. Gonosz ötletnek tűnik. Gyerünk! Nem, nem úgy. Teljesen rosszul csinálod. Megmutatom, hogy kell. Majd én mutatom meg neked, hogy kell, okoska. Törpegek, ez törpösebben működik, mint gondoltam. A törpök? Ezek mit keresnek itt? Fogalmam sincs! Takarodjatok a kertem! Hallállá! Klorihidra! Így legalább nem lesz olyan sápkóros a pofázban. Jaj! Jaj! Mi az? Mi történt? És hogy kerültünk ide? Spandrók! Majd elmondom, de most meneküljünk! Gyertek vissza, nyavajások! Elpusztítottátok a gyönyörű! Új, aj! Átkozott törpök! Átkozottak! Te jössz, törpapa? Igen, igen, már is. Végül is, olyan csodálatosan telt el ez a mai nap, mint ami ennek indult. Csak rá kellett bukkannunk a probléma gyökerére, igaz? Minden esetre az a fontos, hogy minden visszaállt a régi kerékvágásba. Az a legfontosabb, hipp és hopp, hopp és hipp, íme itt a törpapa trükk. Győztes!